Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hello Feri, hello Jani! Sziasztok! Hello. Hello. Jó reggelt! Hello! Ez a... Egy kis... Így van, hogy megjött. Egy kis hétfői taps az mindig. Egy kis hétindító taps az mindig. Kicsit megelőlegezve azt, hogy jók leszünk a héten is. Reméljük, reméljük, ebben bízom. Hangom nem sok van, úgyhogy majd most még nem erőltetem. Szétfagyisztad? Persze. Szétkiabáltam magam. Hideg volt a lángos? Hideg volt a lángos, meg szombat este belecsúsztunk egy retro partiba, ahol a Happy Gang, a TNT, a Groove House, a fú, gyerekek, akkor a buli volt. Én már azt hiszem, hogy te szeretnél a Happy Gang-et. Én olyan arcokat találkoztam, hogy sírtam a gyönyörűségtől. Tehát az FLM-ből Hoffer Danival dumálni, meg ez retro party volt, kérlek szépen, Beach House siófok. Csak mondom, tehát már a neve is önmagában óriási retro, hogy Beach House. Már, ugye? De van, délfélig van, buli van, Beach House, és brutál buli. És nagy-nagy retro party volt. Hoffer Dani, tehát úgy indultunk, hogy Kozsó éppen a mester volt a színpadon, mikor megérkeztünk. És utána a Hoffer Danitól kezdve a TNT-n keresztül, a Happy Gangig, a csak a nagy slágerek? UFO Zsoltiék, mindenki, Groove House, mindenki. És csak mindenki egy ilyen 20 perces blokkot nyomott, és csak a legnagyobb slágerek. És felfelsikoltotta, hogy ezt is ismerem, ezt is, hadd énekeljem együtt veletek. Hagyján dumáltam is velük, mindenkivel találkoztam. Nofa Balázs, kérj egy számot! Beszélgettünk, nagyon jó volt. A Brooklyn Bounce volt a fő zenekar. Uh-huh. Brooklyn Bounce. Tehát, hogy mikor hallottad ezt? A nagyon híres Brooklyn Bounce. Arra még emlékszem. Tehát az még megvan, hogy a Brooklyn Bounce-os nagy darab kigyúrcsávó menne föl a színpadra, mert hogy ők jönnek, és felkonferálták őket is. Melegített, félmeztelenül, ilyen fáklyák a kezébe, táncos, csak oda rohanok hozzá, elkapom így. Nem már. Gyorsan átölelem magam, és elkezdek hozzá bújni. És nézik a testőrök, ki ez az őrült, és én csak így szorítom magam. Szeretlek. Szorítom magamhoz, és így mondták a haverim, hogy csak így nézett le fel, hogy elkezdett nagyon röhögni, nem értette. És körülbelül 25 másodperc, így bújtam hozzá. Istenem, te vagy a fiatalságom. Brooklyn Bounce. Azt se tudtam ki ez egyébként. Én életemben nem tudtam, hogy ezek hogy néznek ki, meg nem is tudom, hogy hallgattam az zenéket. 20 másodpercet lógtam rajta, a csávó már ment volna föl a színpadra, csak szorítottam, és sírt mindenki. Hát erre még emlékszem, úgyhogy az ott ment el végleg a hangot utána. Meg egy barátom beesett a színpad alá, és ott úgy tudtuk kiúzni. Mondta, hogy ne hagyjuk, ő ad aludj. Ki elég volt a buliból. Úgyhogy nagyon jó. Hát ez egy szombat esti jó, és ott ment el a hangom, tehát hogy azóta nem jött még nagyon vissza. Ha beszélek egy 10 percet, utána végleg elmegy. Mi a következő kép nincs is meg a koncertről? Tehát ennyi, de minden, még, hogy de. Fogod, nekem az első dal már nincs meg. A Brooklyn Bounce volt szerintem a leggyengébb, tehát semmiről, nem is élvezte őket annyira a közönség, de aztán találjuk a Groove House is helyre, tehát mindent jó. Hajnal címben. Ja, és a vándorral. és a vándorral jöttek Judiek, de Várkonyi Attilától kezdve, mondom, mindenki ott volt. És hát valaki ott maradt, van, aki rohan tovább. Tehát nagyon-nagyon nagy. De DJ Dominik volt a speaker? Nem, DJ Dominik is fellépett, Náksi, tehát nagyon jó volt, betolták neki a DJ Dominik. Kis has, mert elkezdtem csikizni a színpad mögött. Náksi, ez óriás. Óriási, hol vannak a táskáit? Hagyjál, hallod, de az ott nézi, most már én csak egy pendrive-val megyek. És mutatta a kis pendrive-ot, hogy belugja, és arról megy a szed. De rengeteg ember, képzeljétek el. Tehát, hogy ilyen 5-7-8 ezer ember a homokban táncol, énekel. Még csak annyit árulja, hogy tervszerű volt az érkezésetek, tehát akartatok oda menni, vagy csak beestetek? Nem akartunk. Megtudtuk előtte 2 nappal, hogy van, és akkor gyors körbe telefonálások után pillanatokon belül bent találtuk magunkat. Tehát így nagyobb baj, de mindegy, meg földolgozzuk. A barátaim is nagyon szeretik ezt a korszakot. Tehát ez a nagy diszkó korszak, ők is rajongói ennek. Meg hozzá az élményeket magával. Persze, tehát, persze. Szereted, nem szereted, de annyira benne volt az embernek a tudatában ez a sok zenekar, meg ezek a slágerek. Röhögsz az egészet, de közben nagyon jó. Azt az időszakot. Nagyon jó, meg jó arcok is egyébként, akik csinálják. Kicsit már ők is úgy vannak, röhögnek rajta, de azért nyomják. Van irónia, önirónia is van, de most mire van egy ilyen baromi retro hullám egyébként? Rengeteg buliuk van, nagyon sok helyre mennek. Tehát, hogy így
kicsit így felborult, ugye most ez lett az underground, és az underground lett a mainstream, de hogy ez most így valahogy újra visszajön. Ki volt a nagy kedvenc, akire így tényleg azt mondta, hogy de jó, hogy újra hallom őket. Hát figyelj, Erika C. Robidi nagyon csápoltuk. Nagyon. Tehát a túl szexi lány, hát meg... De már egy helyben nyomták, csak a dancet. Túl szexi lány. Nem, a Robidi már föl sem ment. Jó. Nem tudom miért, Erika C. volt fönn táncosokkal. Tehát az például nagyon jó volt. De hát a backstage-ből énekelt, Robi? Tessék? A backstage-ből énekelt, Robi D. A backstage-ből énekelt, igen, és jött le, fölment a TNT, és jött le az Inti a színpad, és mondom, Inti, legközebb on, a mikrofon, kapcsolt be, on. Kapcsolt be a mikrofon, Inti, kapcsolt be, énekelj te is. Úgyhogy hát nagyon jó volt. De ez a Balaton, hát ez valami elképesztően jó. Én minden évben lemegyek, most voltunk, Lellén voltunk, mármint strandon, egy szöget nem lehet lejteni, korrekt árak, szép strand, rengeteg ember, nincs rablás, nagyon, ez a Lellén nagyon kulturált, nagyon szép, nagyon jó. Sokat nem vagyok Balaton, mindig egy hetet, nem tudom, voltatok idén, vagy nincs normálisak az árak. Jelenések. Jó a víz, tiszta a víz, sokan vannak, nincs normálisak a büfések, nagyon klassz. Rengeteg ember, tehát az, hogy kiussál a strandról és eljussál a hetesig, nem Lellén laktunk, az egy 20-25 perc, hömpölygő tömeg. Klasszik, csónak felfújva, apuka fogja, le ne fújja a szél, vonulnak az emberek este vissza a strandról, matraccal a hónukat, óriás retro, Dodgem, Ringlish Spiel, tehát hogy egyszerűen, mintha megállt volna az idő. Mintha megállt volna az idő, de szenzációs volt. És az esti buliba fürdőruhában mennek az emberek, mert ugye azért 40 fok volt, este is egy ilyen jó 30, tehát hogy volt-e mit nézni konkrétan? Hát... Na, ezt ennyi elég. Nyaglakosztos kulcstartóval, hasitasival, szandálba. Volt. Hát ki mit nézne ott, ezen a retrobulin a mi generációnk volt, tehát ez nekik ugye generációs élmény, a fiatalabbak pedig már Siófokon, ott is hömpölygő. Hömpölygő tömeg volt? Volt mit. Tehát, de ott is megmutattátok magatokat, nem Siófoknak is egy picit? Ott már csak egy kicsit sétáltunk a végén, de olyan tömeg volt, hogy ott már hamar eljött. Siófoknak a belvárosa meg gyönyörű. Gyönyörű, hát, igen. Annyira szépen meg lett csinálva, hogy ez hihetetlen. Gyönyörű lett. És mondom, a Lellei strand is, hát egy töröl között nem tudsz letenni. Ez az a strand, ahol voltunk, az a strand, ahol voltunk, ott az üvegstúdió, nem volt, ott van a bejárat, nagyon korrekt árak. Én nem tudtam, illetve minden évben vagyok, de mindig meglepődöm, hogy úgy tényleg nem az van már, hogy nem most akkor tényleg 4000 a lángos, 6000 a sajtos tejfölös, mint tudod, mint Hungaroring lángos, 1000 sajtos tejfölös, 2000, tudod. Úgyhogy nagyon klassz volt. Tegnap jöttünk haza, amikor délután. Hallom. Na, kicsit. Ha majd elhallgatszok a tapintottosan, átveszük a szót. Nem, mondjátok nyugodtan, mert nagyjából eddig tartottam. Én mindenkinek ajánlom. Aki nem volt, aki menne, tényleg nagyon jó. Víz jó? Nagyon tiszta. Igen? Rettenetesen jó mert a víz. Szokott már ilyenkor augusztus környékén, az minden természetes tónál. Picit az alga. Igen, hogyha ennyien használják, akkor ugye előfordul, hogy bealgásodik, de akkor... Gyönyörű a víz, hát felfortak benne a halak, nagyon meleg van, meg nagyon meleg a víz, de hogy tényleg fantasztikus, rendben van, tiszta, jó. Tehát a Dodgem Ringlish Spiel az pedig minden város. De azt is kipróbáltátok. Nem engedtek föl. Tehát ott abból érezték, hogy nem jó szándékkal megyünk a Dodgemhez. A Szárszón volt a szállásunk, és hát tettünk egy kört a városban. Este 10 órakor megáll az élet, Szárszó, tudod? Tehát, az vicces mondjuk. 11 órakor mindenki haza, gyerekesek kész, leűrül a város. De volt Dodgem, de nem. Aha. Tettünk rá egy kísérletet. Mondták, hogy a haladási irány jobbra van, nincs ütközés. Ütközés tilos. Ahogy megláttak benneteket, nem visszállunk föl. Nem, srácok vannak. Már zárunk, nem kell, tönkretegyük a Dodgemet. Úgyhogy nagyon klassz volt. Ez érdekes ez az éjszakai elpunyadás egyébként. Pont a Velencei tónál is mi is ezt beszéltük, hogy lent vannak családok, ott vannak nyaralnak, és így nem ült kint senki. Mentünk végig a Velencén, és mindenki bennézte a tévét. Szerintem vannak városok, ahol nagyon nagy az élet, mint a Füred, Siófok, Zamád, és stb. És vannak a kisebb nyaralós családosok, például tényleg, mit tudom én, Szemes, vagy nem tudom, ott egész egyszerűen lemész, még tízkor sétálsz egyet, és te mész. Az a gyerek alszik, és másnap indulsz. Egyébként ilyen. Indulsz a strandra másnap, igen. Pici kis kultúrált, egyébként nagyon-nagyon kellemes hely, és ott is. Este mindenki szépen behúzódik a kis kecójába, aztán az nem azt jelenti, hogy nincsen élet, mert napközben arra sokan vannak ott is, de hát vannak ilyenek. Hát a vízé, meg Siófok, meg vízé, meg Lele, az a meg ilyen buli. Ja, hát ott sem, tehát ott éjjel, nem tudom, hánykor jöttünk ki tényleg Siófokról a buliról, és olyan volt, mint a Sziget Fesztivál. Tehát, hogy ilyen a Siófok fő utcáján, sétányán ilyen hömpölygő ember áradat, de olyan, mint egy fesztiválon lennél tényleg. Szórakozó helyek, éttermek, kávézók, minden nyitva. Egyébként akár szereted, akár nem a tömeget, brutál, ez tök jó tudni, hogy vannak.
hogy mennek az emberek, hogy jól érzik le magukat, hogy a Balatonnál. Igen, én északi partos vagyok inkább, most kivételesen délire mentünk, én szeretem az északi parkot, hogy kicsi partot, hogy kicsit nyugodtabb. Csiófok az a fiatalosabb, tehát ott vannak a fiatal de nem néztek ki azért a partról. Azért megoldottuk a helyzetet, hogy beilleszkedjünk, tettünk róla, hogy beilleszkedjünk, úgyhogy. Úgyhogy jó volt. Hát az autóáradat, ami pedig jön visszafelé, az viszont nincsenek rendőrök, és ez tök szimpi. Már lent vagy az nem, autópályán? Nem, azt szerintem azért nem, hogy ne legyen ez a nagyon nagy belassulás, begyorsulás. Visszafelé azt láttam, hogy vasárnapon sehol nem fotóztak. Aha. Pont azért gondolom, mert itt valaki ráfékez, tudod, baleset veszélyes, meglátja, mindenki lekocol. Tehát ne hagyták az embereket jönni Balatonról. Ez egy jó ötlet, ezt tudatosan csinálják, hogy gyerekek vasárnap este nem mérünk. Úgyse tud gyorsan menni, viszont mindenki csak ráfékez, megáll. Balesetet okoznánk, és egy darab rendőrben volt kint 130 kilométeren keresztül. Jó, hogy veszik a lapot néha. Hát múlt héten is felfüggesztették például ott érnél azoknak a sávelválasztó korlátoknak a cseréjét. Leesett nekik a tantusz, hogy nem biztos, hogy örülni fognak neki az emberek. Igen, ha ez tudatos, hogy nem néztük direkt, hogy nem mérnek, hogy ne lassuljon, mert ott áll egy leállósába egy autó, 5 kilométeres dugó, azonnal pedig nem történik semmi, csak mindenki bambul. Most ott áll egy rendőrautó, nyilván mindenki lassulna. Úgyhogy, ha az tudatos volt, az egy jó dolog, hogy nem bántják a magyar lakosságot. A kanyarban meghúzták a sárga csíkot, még a múlt héten, ahol már kezdődött az elzárás. Most láttam, hogy le van szedve, vagy le van festve, nem tudom, hogy csinálják a dolgot. Úgyhogy eszükbe jutott, hogy mégse kéne most lezárni. Igen, úgyhogy meg is jött a kedvem egy magyar retro napra majd valamikor, mert hogy ilyet még nem csináltunk. Melyik nap lesz, hogy ne jöjjünk a Janival? Végre. Ilyet még nem csináltunk, hogy ugye csak magyar, tehát hogy, mert ugye külföldi magyar mások volt, az de azok volt. Inkább külföldi volt, és volt egy-kettő magyar. Csinálunk a 80-as, 90-es évekből egy nagy magyar retro napot valamikor, egy nyárbukcsúztató augusztus végi. Csak zenélünk, keveset beszélünk, és magyarok. A 20-a előtt, mert a Balaton 20-án zár, ugye? Hát ott off-szezon nagyjából vége, igen. Tehát 19-én így fölteheted a pontot. Na? Nagyon jó. Jövő héten? Hát az jövő szerda. Zárjunk, jövő héten szerda. Jövő szerda. Akkor jövő szerda, magyar retrona. Jó, aztán meg menjünk el egy kicsit Szabira, nem? Hát utána 4 napos ünnep. Föl kell dolgozzuk. Utána eleve azonnal indulunk egy 4 napos nagy állami kenyérünnep, játék. Vizes lövös. Levizes. Mégi parádés. Palacsintás. Tisztavatós. Tisztavatós. Kossuth díj átadós. Ágyú lövös. Áder Jánosos beszédes. Beszédes. Robbantós. Vízi biciklis. De a csúzlás. De lehetek mi újság? Jó volt? Minden oké? Figyeljetek, én most a hétvégén tartottam egy ilyen mozis napot. Először a barátaimmal mentünk el. Megnéztük a Terminátor. Egész jó az a film. Nem tudom, hogy nem volt akkora hangulatot hozzá valószínűleg. Nincsen ezzel semmi gond. Szerintem a harmadikhoz képest szerintem kifejezetten jó volt, és hát az Arnold olyan szinten viszi a hátán a produkciót, annyi benne a jó poén, annyi benne az önironikus duma, és minden meg van magyarázva, tehát az is, hogy miért öreg a csávó. Aha. Tehát, hogy tök jó, hogy nem kezdtek neki dolgozni ilyen napi 5 órás minkekkel, hogy csináljon, hogy húzzanak belőle egy 20 évet a korából. Félhetes, szerintem teljesen rendben van az a film. Mi úgy ültünk be, de direkt mondtam a többieknek, és mert nagyon tisztelem, meg nagyon szeretem az Arnoldot, mondtam a többieknek, hogy srácok, úgy üljünk be erre a filmre, létszi, hogy ne legyenek elvárásaink, tehát hogy ne legyen az, hogy aztán meg kijövünk, hogy mindenki fanyol, üljünk le, vegyük meg a popcornt, vegyük meg a kólát, aztán nézzük, és próbáljuk meg, és ne hasonlítgassuk az első kettőhöz, mert hogy olyan már úgyse lesz. És ehhez képest meg tök korrekt volt a dolog. Másnap meg megnéztük az Agymanókat a családdal, mert nem fogjátok kitalálni, természetesen az én kérésem volt, biztos. Egyébként egy nagyon-nagyon helyes, nagyon jó Agymanók? Aha, Agymanók, hát marha jó. Egyébként ezek a manók az embernek a fejében laknak és irányítják az érzelmeit. Annyira ki van találva az egész, annyira szórakoztat, annyira vicces. Szóval minden ilyen családos embernek ajánlom, hogy tökéletes szórakozás szerintem estére, de ezt mondtam nektek, hogy azért nem lenne baj, hogyha azok, akik mondjuk ezt a vasárnapi zárvatartást így kitaláltak, így elugranának mondjuk egy ilyen bevásárlóközpontba. Nem megy ő, mert templomba van. A Kerepesén volt, igen. Akik meg nem voltak templomba, úgy látom, hogy ők voltak a többen, ők meg ott voltak a plázába, és attól függetlenül, hogy egyébként nem volt szinte semmi nyitva, csak az éttermek meg a mozi, az egész csúri volt. De mi kóvályogsz egy bezárt plázában? Kóvályogsz, hát egy dolgot ne felejtsetek el, hogy 40 fok van, igen. És ott meg légkondi, tehát már így kezdődik, hogy egyébként bemész, mert akinek nincs légkondi, nem tud kimenni tópartra, annak az jó, bemegy, elmegy kajál, meg elmegy egy moziba. Aha.
Figyelj. Hát most az egyik úgy hirdeti magát, pont az egyik ilyen nagy bevásárló, hogy, hogy azt hiszem 50% minden kaja. Tehát, hogy kétszer annyit tudsz kajálni ugyanabból a pénzből. Már bemész egy kicsit, elmész egy filmre, hideg van, hűvös van. Egyébként igazad van, mert itt is volt egy ilyen szendvicsezőbe kajáltunk, és kettőt fizet, hármat vélet, akció volt. Igen, nyilván mindenki ezt megcsinálja. Tele volt a hely. Tele volt a hely. Aha. Hát lehet, hogy tényleg a klíma miatt, mert üres, ha nem eszel, vagy nem mozizol, akkor ott csak ott sétálsz a plázában. Klíma ide, akcióda, mozi, amoda, tetten élhető volt az igény az emberek részéről, hogy jöttünk kifel a moziból, lent a parkoló, amikor odaálltunk, mi olyan egy órás mozira mentünk, akkor még, mit tudom, a harmadáig volt az a szint, ahol voltunk. Amikor jöttünk kifelé, az egész tele volt autókkal. Tehát, hogy én utálom ezt a vasárnapi zárvatartást, ezt már sokszor elmondtam, hát Balatonon is figyel. Hát ott, ha majd ott egyszer eljött ez a dolog népszavazásig, azt hiszem, hogy... Én nem tudom, ez egy nagy kiszúrás. De nem fog. Hát a formaiakoktól. Figyelj, szombaton, mondom, is beöntünk ilyen mint a minden tök mindegy, hogy melyik ilyen üzletlánc. Hát figyelj, ölik egymást. Tehát mondta a kasszással, hogy kész van, vége van. Tehát ezt ők nem bírják, mert hogy hosszabban vannak, brutál sor egész nap. Tehát, hát ezt tök keményen nézem, nálunk is az egyik hipernél este 10-ig van nyitva. Na most arra gondolok, hogy oké, most tényleg azért csináltuk, hogy ők otthon leessek, mert a családjuknál a hétvégén, igen, de hétköznap meg nincsenek. Hiszen dolgozik. Hiszen este 10-ig kell dolgozniuk, és akkor tudod, este 10-kor még bezár az üzlet, még ott van egy néhány kóvájgó vevő, akit még így kiterelgetnek, 10:30 előtt, hanem nem megy el semmi. Igen, de a legszörnyűbb az tényleg egy ilyen Balatonpart, meg az összes ilyen nyaralóhely, hogy ott vasárnap nem tudsz venni, érted, két kiflit, meg egy liter tejet, hát miért nem? Ott kinek fáj? Mert egyébként mondd azt, hogy jó, országosan még, ha nagyon rendes, ők elfogadom, vasárnap pihenjenek, úgyse pihennek, tök mindegy. De az ilyen helyen, a Balatonparton, hogy nem tudsz elmenni egy Tesco-ba, Auchanba, akárhova, vagy megvenni azt a cuccot, ami kell magadnak arra a napra. Ne. Szerintem az nettó baromság. Figyeld, és én komolyan mondom, én nem politizálni akarok ezzel. Oké, volt egy próbaüzem, megnéztük, srácok, ez nem megy. Igen, nem jó. Nem jó. Senkinek nem jó egyébként. Igen. Na, gyorsan megmutatjuk, hogy mivel foglalkoztatok pénteken, ez egy rövidebb ismétlés. Jaj, felhívtuk Cselacika apukáját, képzeld el. Azt tudom, hogy Cselacit akartátok, csak... Én örül, nem akartuk, mi az apját akartuk. Nem, édesapjával szeretünk volna beszélni. Úgy volt a konftor, hogy így elnyújtva mondtam, mert hogy nem mertünk nagyon tempósan mondani, és meg itt van Cselaci, és utána apukája! Cselaci, jó napot, apukája. Nagyon jó. Most csak Csabával beszéltetek? Nagyon jó. Igen, eredetileg az apukájával szeretünk volna beszélni, de nem ért rá. Na, megmutatjuk, mi történt velünk pénteken. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét múlt, pontosan 4 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Na, lehet jelentkezni a korjátékra, miután megmutattuk a pénteki adás legjobb pillanatait. Aki játszana velünk, jelentkezzen, új hét indul, teljes hét ráadásul, úgyhogy lehet jelentkezni. Hogy zártuk a múltat? 4-1-re. 4-1-re. Akkor az jó. Akkor az egy jó kis hét volt. M1-es 79-es kilométernél Budapest felé karambol, erősödik a torlódás. Ezt Tomi Turbo küldte. Nekünk, mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra itt vagyunk mi is, már élőben újra, és marad a kánikula még egy ideig, úgyhogy hát nem tudom ki, hogy bírja, nálunk már nem lehet át szellőztetni a kecót. Nem egyszerű, igen. Kinyitod az ablakot, és bejön a meleg. Ja, nincs agyon klímázva az ember lakása, háza, akkor nem tudsz nagyon élni, mert brutálisan. Próbára teszi az idegeket. Na gyorsan nézzük a közlekedési híreket. M85 Győr-Csorna jó járató, Békás Pisti küldte nekünk, ellenőrzés van az osztrák oldalnál. Ez gondolom Hegyeshalomnál van. Aztán jó járható a 4-es út Pest felé. Kellemes napot a többi sofőrnek is, Norbi és János küldte nekünk. M7-es 50-es kilométer Pálkozdi pihenő Pest felé korlát mellé szúrt. Rafi Zümi írta nekünk, valamint Zámolyan a focipályánál Amerika kifelé menőket. Ezt Martin küldte. Megjött a bűntim, úgyhogy igazad volt. Ugye? Az az autópályás. Hát ez történet. Nagy kiszúrás, tehát most igen. Az ember nem tud mit csinálni, mert hogy megvettem, július 20, mentünk Bükkfürdőre, megvettem valamikor, nem tudom, délután vagy este, de fölhajtottam délután 2-kor, és nem fogadták el. Mennyi, 10? Na hát azt hiszem 14.800 valamennyi.
Igen, sajnos ez az új szabályzás, úgyhogy mindenki mielőtt fölhajt vegye meg, mert így járhat akkor, mint te. Figyelj, ez évente egyszer szerintem kb. Így előfordul veled. Én a jövő évben, amikor megveszem, egyébként a te tanácsodra veszem már hosszú évek óta, csak mindig jó. Tanácsokban jó? A tanácsban nagyon jó vagy, de utána saját magad nem élsz ezzel a lehetőséggel. Én szólok, amikor megveszem az évest, de cserébe a felét legalább adod amennek, annak, amit egyébként kifizetni a büntetésbe. Jó, úgyhogy jössz héttel. Nem, én meg szoktam menni az évest, hogy most eladásom volt, és most vettem autót júliusban. És nem meg már tudod, fél évben azért azt mondom, hogy nem, basszus, azért az nem tudom, hogy 35-40 az éves, hát most még háromszor lemegyek valahova, meg nem tudom. Évelején szívesen vettem meg eddig mindig, de most így az év felénél már valahogy nem. Na jó, már a felétel is, már fele meg is jött az évesnek, úgyhogy még egy bündi valahogy valamiért is meg is vagy nagyjából, úgyhogy hát igen. Annyi újítást, ha javasolnék azoknak, akik ezzel foglalkoznak, hogy úgy egy év legyen, hogy 365 nap. Érve, tehát ha nem ma tudnak megveszed, valami adózás miatt nincs. Igen? Úgy, igen. Hát, tehát, hogy az áfa csak... vagy adózás, tehát, hogy mi hiába veszed meg február 1-e után, augusztusban, az mindig csak jövő év addig jó, tehát, hogy nem évtől évre van adózás miatt. Aha. Valamiért. Az, ezen lehetne. Pedig az jó lenne. Húzni. Ha júliusban veszed, akkor júliusban, júliusig így van. 40 fölött van. Az éves? Mm-hmm, 42.900. Hát igen, az három bünti. Három bünti, és meg vagyunk. Ebből egy már megvan. Na jó, de nem kell rajta gondolkodnod egész. Nem, én nem tudtam ezt az új szabályt, hogy meg kell venned már a felhajtását. Én azt hittem aznap elég, de ennél könyörtelenebbek már. Úgyhogy vigyázzon mindenki. Viszont tudnád faragni, az arányok nem fájnának annyira, hogyha mondjuk busszal járnál, mert ott 200 ezer forint az éves. És annak csak egy töredék része ez a 14 ezer. Szerintem járjál busszal. Lehet, hogy busszal kéne járnom. Na megnézzük, ki a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Hellóztok, jó reggelt! Jó reggelt, hello, ki vagy, csáó? Zoltán vagyok, mondjuk. Hello, Zoli, honnan hívtál minket? Kiskuhalas, és mit csinálsz? Ülök a kocsiba, és várom, hogy elverhesselek, mint a rongyot. Na, hát ez jó, Zolikám, hát ezt így, ennek a játéknak csak így lehetne kelni. Mivel hát foglalkozol egyébként? A krumplit fogok szedni nem sokára. Krumplit szedsz? Uh-huh. Krumplit. Ez milyen jellegű munka? Ilyen idén jellegű, vagy... Semmi, van egy kis krumpli, aztán ki kell szedni a földön, mert hogyha megázik, akkor tönkre megy. Bár most nem... Eső nem úgy nagyon fenyeget, a 37 hát, fok annál inkább. Így van. Végigmész a soron, te kiforgatod ásóval, és akkor a nejed meg vagy a barátnőd meg összeszedegeti? Hát én vagyok a nejed meg a barátnőm is. Te ugye, ez a legjobb. Ez a legmink biztos. Zolikám. Hát, nem tudom, sűrűn legyen részed bennetem. Kivel szeretné játszani? Többi, beszélünk még róla, csak hogy a játékot indítsuk el, és akkor utána mondhatod még, ki legyen a... Jó, mondjuk téged, Balázs. Nem a Janit, ha már így szóba elegyettetek, nem? Nem a Janit, most téged. Jó, ahogy. Téged kínvállak, bébi. Oh, jó, ha ez a vonal működik nálad, akkor én nem is annyira bánom. Legyen ez, ahogy gondolod. Indítjuk az órát, jó? Mehetünk? Oké. Okay. Jani? 3-2-1 fire. Na itt vagyok, mesélj nekem még erről a krumpli szedésről. Menj! Másról szeretnék mesélni. Másról? Így van. Másról inkább. Na. Felháborítanak tartom azt, hogy olyan loser hallgatók telefonálnak, akik oda se figyelnek a játékra, és sorra elbukják, és a fél évet már elbukták. Hát de most mi mit csináljunk ezzel? Hát azzal játszunk, aki jelentkezik. Hát elég nagy baj, hogy mindig csak azzal játszotok. Honnan? Azzal kéne játszani, aki elvel benneteket, mint a rongyot. Aki jó a játékban. Hát szó szerint, egyértelmű. Uh-huh. Valami előzetes tesztet kéne bevezetni. Te sokat játszol ilyet, vagy próbálkozol? Vagy próbálkoztál valaki? Szeretnélek sűrűn elvenni benneteket, inkább fogalmazunk úgy. Kint szoktál, vagy kivel szoktál gyakorolni? Veled. És rajtam kívül? Ritka az a személy, akivel lehet. Tehát kevés az intellektuális ember ahhoz, hogy velem parti képesek legyenek. Micsoda időzítés, Zolikám, hát ez egy gyönyörű mondat, végén pont. Nem volt egy meddő arcoskodás, tényleg meúsztad. Abszolút. Ugye? Mentél előre, és...
De egyébként viszont kívül, tehát néha fejemet a falba tudnám veregetni, mikor hallgatom egyik másikat, hát egy, oda se figyel, hát kettő, szókincse nulla, hát három, hát tagadni, meg helyeselni, nem csak a három vagy két tiltott szóval lehet. Lehet ezer másféleképpen. Meg oda kéne figyelni, emberek, hát elbuktunk már több, mint fél, elbuktunk több, mint fél évet. Hát én benneteket szimultánba elvernélek, hogyha mernétek velem játszani. Ezek a lúzerek meg állandóan csak elbukják, és az első három másodperc, ember, hát akkor minek telefonáltál? Imádnak. Én bírom, hogy ezt így tolod, hát ezt csak így. Te olyan mondom felháborított, tehát hogyha csak kicsit kinyitnál szótárat, vagy bármit csinálna, ember, hogy... Igen. Felháborítok, megvan, megvan az ajándékcsomagod, jó? Küldjük neki, és egy nyugalom. Figyelj, nem kell az ajándékcsomag, én ezt úgy döntöttem, hogy annak a kis szexi, szöszi Amazonnak, aki a belféle hebregátot ügyesen kezelgeti, nevezzük Annának, annak szeretném az ajándékcsomagot odaadni, úgyhogy a új kávégéből a kávét tudja miből inni. Jó, drága vagy. Oké, de azért elküldjük neked, van neki is saját bőre. Én neki szeretném adni. Oké, Zolikám, mennünk kell hírezni. Jó, csókoltatunk. Köszi, hogy elverhettelek. Szevasz, ciao. Szia. Krumplit is így szedi, akkor nem lesz. Hát, értem már, mert nincs ott se barátnő, se feleség, gyerekek. De ügyes volt, gyerekek, így kell harcoskodni, és aztán szépen csapást mérni ránk, úgyhogy 1-0 most a hallgatóknak. 1-0 a hallgatóknak. Nem baj, holnap folytatjuk. 3 perc van pontosan, 7 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Tombol a nyár, vár ránk a nyár. Itt nem lehet késni, ha lemaradtunk tovább. Isten, ennyire beégett a retro buli. Szelavi nem volt, ez Szelavi. Szelavi zenekar nem volt, de... Vándor a Groove House-tól, az viszont volt. Kezd jó lenni a hangom, úgyhogy visszajönni, visszatérni látszik a hangom. Aj, nem, ez most csak így eszembe jutott, hogy még tombol a nyár, és az utolsókat rúgja, de ez még sokáig tart, hál' Isten, egész héten jó idő van. Sőt, 20-áig azt ígérték, hogy még ugye jövő hét közepes. Jó, hát igen, te is mondtad ezt, hogy zár a Balaton meg, hogy a szezon vége augusztus 20-án. Zárai Vámosi. Így van, Zárai Vámosi, hogy hívják, Csicsak, csak most maradj csendben, régen volt Balaton, Balatov, még azt. Balaton, Balatov, igen. De jó. Reméljük, hogy még nem zár a Balaton. Nem, hát 20-a ugye a nagy tűzijáték után már suli kezdése, ez az tényleg az szokott mindig lenni a szezon zárás. Utána még vannak azért, de jóval kevesebb. Én alig vártam a suli kezdést abból a szempontból, hogy nálunk utána még egy hét lébecolás, aztán a következő héten rá meg ilyen termelési, hogy hívják, ilyen gyakorlat elmenetel mezőgazdasági munkára, ez zseniális volt. Még a szeptember paprika is. Csumázás. De jó volt. Ja, céklaszedés. Aztán cukorrépa szedés is volt később, nálunk, az meg később szüret. Volt, ilyen. Jó, hát fővárosban nyilván nem vittek benneteket ilyen helyre, mi? Hát nézd, én a krumplit a céklától meg tudtam különböztetni, én annak örültem. Én nem jártam ilyenekre. Nyári munkám voltam, de én nem ilyen termelési gyakorlat, meg ilyenekre nem nagyon jártam. Eddig jó volt, az már csak azért is jó volt, mert nem kell suliba járni. Ja, meg egy kis pénzt keresett fel az ember. Nektek fizettek? Aha. A burzsúj. Tényleg? Igen. Az volt az életemnek a borsú időszaka. Akkor már nagy lábon éltél. Akkor nagyon menők volt. De nekünk miért nem adtak teljesítménymérve? Vagy annyira rosszak voltunk lehet? Nem, azt nekünk adták oda. Mert látunk, hogy látták ugye a ruházatunk alapján, hogy nekünk nagyobb szükségünk volt. Nekünk arra. Az akkor már jó ment vidéken. De ez mi? Ez a közép? Tehát ez amikor a középsuli? Már általános iskolában, felsős, mi 7.-8.-ban már jártunk. 7.-8. azt hiszem előtte nem, de 7.-esként már kivezényeltek bennünket a falu határába, ott volt egy ilyen paprika feldolgozó nagy üzem, és akkor csumázni kellett. De fogtad a paprikát, kiskést kapott mindenki, egy ilyen 2 centis éle volt körülbelül, kivágtad a ezért, kivetted, és akkor... Első nap kesztyű nélkül, második nap sírva, harmadik nap kesztyűvel. Okosodtál, ezt a harmadik nem okosodtál. És ezt engedték, hogy a gyerekeket így dolgoztassák. Hát miért nem engedte? Akkor ki ne engedte volna. Hát azért ez a 80-as évek eleje. Legtöbb gyereknek akkor már feléknek 2-3 kölke volt itt. Hát túl voltunk már mindenet. Persze, hallod, ezek már. Már csak a munka hiányzott. Ezek korán élő típusok volt.
Én csináltam ilyen munkákat, de ilyet nem szórólapoztam, meg adatrögzítést csináltam, számítógépen. De az iskolán keresztül meg. Nem, az soha. Az még nyári munka volt. Így a gimis éveim alatt. Gimi. Igen, de hogy nem, ilyen földeken nyilván nem. De hát ott nem is kellett. Aha. Városi vagyok. Jó, de az más, azt te választottad, hogy elmentél egy kis zseppénzt keresni, de ez nekünk nem volt nagyon választható, tehát ment ki az egész osztály. A jó, ugye? Nem volt olyan, hogy megyek, nem megyek. Nálunk volt. Igen? Nálunk lehetett választani. És mit csinált az, aki nem ment? Az maradt a suliban? Fogalmam sincs, mert én mindig mentem. Te ilyen stréber voltál? Aha, nem. De szerettem a zsugát, a pénzt, a lóvét, a dellát. Otthonról nem kapott valahogy meg kell. De egy tisztességesen fizettek egyébként. Kiskumajsra jártunk le amúgy. Életem első gyöngyöző üzleti vállalkozásában 5 éves koromban kezdtem, hogy unokaöcsémmel kitaláltuk ősszel, hogy papírlapra A4-es félfamentes, ha emlékszünk még rá, félfamentesre gyönyörű őszi leveleket fogunk ragasztani, és kiállunk az ABC elé. Hmm. Hát el tudod képzelni, mennyit vettek belőle. Így nézték, hogy figyelj már, nem a Marikáéknak a gyereke, szóljunk már az anyjának, hogy nekünk szent meggyőződésünk volt, hogy föl kis lapocskára gyönyörű őszi színes leveleket föl, és így álltunk ott, hogy hogy ezt meg valaki most nagyon megveszi. Hát és se egy darabot nem de ilyen most el. Is van, most láttam pont Balcsi, hogy kisgyerekek palacsintát sütnek, és akkor ilyen kis a nyaraló mellett ott lent a sétányon, ahol ugye 30 lehet csak autóval menni, kirakják a kis kempingasztalt, és akkor árulják palacsinta, nem tudom milyen. Jó rajzok. Napot kívánok, kölyár. Jó napot. Limonádé. Kölyá! Csak árért vettünk tőlük, tudod, mindegy, milyen íze van, vettünk, mit tudom, két kakós palacsintát, kaptak volna a x-100 forintot, és nagyon boldogok voltak. És látjuk, hogy műanyag porrat abba gyűjti a kis pénzt, és kérdeztük, hogy ezt kinek, vagy hogy is mondtak, hogy ez zseppénz. Tehát ők ezt megsütötték, és kiálltak oda árulni. Nem azért veszed, mert finom, azért veszed, mert hadd örüljenek. És gyereknek könnyebben adsz. Hát ezt meséltem az EFOT alatt. 200-at, adtunk nekik 400-at, közben kivettem én a műanyagporukból, amit látom, elterelte a fényeket. Igaz, rendes vagy. Na itt van, figyelj, tudom, hogy 250-et adott. 250-et, hoztál 600-at. Jó, na ügyes. Úgyhogy helyesek voltak, nem vettünk tőlük. Mondjad, mit kezdjelem? Ja, semmi, hogy az EFOT alatt az én két gyerekem is a gumikarkötő árulást, azt meséltem nektek, hogy vannak ezek a kis gumiból összefonható karkötők, gyerekek imádják csinálni, kiültek vele, azt hiszem 2004-ig jutottak. Hát azért az tisztességes. Azt hiszem már megtanítottad nekik, hogy lehet helyes zacskóból lábtörlőt fonni, és nem, mert azzal már a piacozni is lehet. Azt már nagyon régóta tudják. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Fiúk, múlt héten megnéztük a Mission Impossible 5-öt, jó volt nagyon, de hiányzott Rékosi Karcsi hangja. Jaja. Azt még nekünk az még kimaradt egyelőre maga a film, nem láttuk, hogy sokat arról nem tudunk mondani, hogy van tudtok róla valamit, jobbulást kívánunk, jól van, pont most láttam valamelyik bulvár újságban, hogy már a gyerekével moziban volt, lehet, hogy pont a Mission Impossible 5-öt nézték meg, viccek, gyógyul és alakul. Hát Karcsi elszántságát ismerem nem sokára, szerintem. Dolgozik ugyanúgy. Dolgozni fog, igen. Azt mondja, hogy 18 órája lett vége egy 2,5 éves kapcsolatomnak, de tudom, hogy legalább 4 óra. Órára is felvidítotok. Egy férfi hallgatotok, Martin küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát kitartás. M3-os 262-es kilométernél Vásáros Namény felé drága fotó készült Torini. Küldte nekünk, Hegyesalomnál nincs sor, de Bécsi annál több dugó a javítások miatt. Aztán az egyes úton Almás Füzitőnél 10 percet tilos a vasúti jelzővonat, persze sehol. A K anyját. Mindenkinek, aki erről tehet. M5-ös autópálya Szeged irányába őz a pályán. Teljes Tomi küldte nekünk, köszönjük szépen. És néhány hallgatói reagálás a fekete fél igen nem játékosra. Hát nem szerettétek nagyon őt. Talán egy kicsit túlarcoskodtam, tehát ilyen is kell. Vettem reggel hazai tej elnevezési tejet, és csak 900 milliliter van a dobozban. Rá van írva persze, de attól még dögöljenek meg. Hát ki veszi észre, amikor vásárol, hogy a literes dobozok között a boltban van egy 9 decis. Autokiller a kapuszerelő. Írtanek. Igen, mert valószínűleg a dobozt azt ugyanakkor ára csinálják, nem látod, és a sorba mész a literes tejek között, hát a front se nézi, hogy arra rá van írva, hogy 1 liter vagy 900 milliliter, nem? Mert jó, Jani, te jó, tényleg nem mondom, hogy vagyok. Én nézem, igen, mert persze, jó. De hát én a literenkénti árat is megnézem. Éreztem, sőt, hogyha van ilyen 10 literes ízékiszerelés, akkor azt is át tudod számolni, de az átlag felhasználó, az átlag vásárló, az mit néz? Ebben a rutinból vásárolsz. Ott a literes tejek, egyet leveszel, és akkor viszont tényleg kicseszés. Hogy ezért kell márka hűnek lenni. Itt az ár lenne az érdekes, hogy ugyanannyiért adják-e, mint ugye a litereset? Nem, olcsóban, pont azért veszed le.
De nem veszed észre, hogy kevesebbet De nem kapsz. Veszed észre, hogy kevesebbet, és valószínűleg annyival nem kevesebb, tehát nem pont egy decivel kevesebb, tehát 10%-kal, hanem egy kicsit kevesebb, tehát az literes tejek között így nézed, hogy az a legolcsóbb tej, leveszed, igen ám, de ez csak 9 deci, és annyival viszont valószínűleg nem olcsó. Hát nem tudom pontos árat, de... Ezért érdemes megnézni a literenkénti árat, ott van alatta szépen kis betűvel, vagy kisebb betűvel, hogy mennyibe kerül abból a termékből egy liter, minden rajta van. Érted, nem kell hibázni, oda kell figyelni. El kell olvasni, össze kell vetni. Bocs, ha megöltem vele a bulit, de hát... Sokan csinálják azért ezt, igen. Figyelj, hogyha én például... Joghurtoknál nem tudom, hogy csalnak a mennyiséggel, és 75 milliárd, már csak 50 van benne, az ára olcsóbb, de kevesebb is. Igen, de ez a csalás is olyan, hogy rajta van. Tehát, hogy rajta van a dobozon. Érted? Amikor én vásárolok, mint tudom, megkívánom mozzarellát, és akkor azt akarok venni, akkor megnézem, hogy mi van, mi belőle a kínálat, és hogyha különböző kiszerelésben van, akkor mindig megnézem azt, hogy mennyibe kerül belőle egy kiló, tehát mennyi a kilónkénti ára. Jó, és abból véglet vagy, szóval neked abból kiderül, hogy melyiket éri megvenni. Neked három pár kínai fekete zokni darab, 200 forint, egy másfél órás döntési helyzet. Tehát, hogy azért te zokni és zokni között, ami három pár 250, három pár 275, az neked egy olyan 3-4 óra, leteszem, visszaveszem, visszamegyek, nem? Tehát, hogy azért... Szálvastagságot megvalami. Átszámolod, 20 forint, visszateszed, még a pénztártól visszafordulsz, inkább a drágább, mert az egy méretben nagyobb. Jobb, tehát azért egy véglet vagy. Tehát, hogy veled elmenni vásárolni, azért neked két dobozos tejföltél, egy bruttó másfél órát eldöntött, hogy melyiket vedd meg. És aztán otthon jössz rá, hogy rosszul döntöttél. Mert valamit találsz a tejfölben. Tehát azért ilyen akkurátusan kevesen vásárolnak. Hát figyelnek. Nem tudom, milyen nagy bevásárlás. 4-4,5 óra. A végrendeletemben is az lesz majd, hogyha például hogy választani kell majd a gyerekeimnek, vagy a gyerekemnek akközt, hogy mondjuk szóróparcellában, vagy hamvasszonak, vagy temesnek, vagy mit. Nézze meg az árérték arányt. Mivel jár jobban? Megfogja, ne aggódj, megfogja. Anya, vagy apja, lány. Apa, neked már úgy is mindegy, jöjjön az olcsóbb. De most bevezették például ezt a 4 decis sört. Ezt láttam Balcsi. Aha. De ez ki 4 decis kiszerelés? 4 decis kiszereléssel, így van. 4 decis kiszereléssel. Dobozos? 4 decis dobozos? Én üveges beálltam, de dobozosba is. Aha. Dobozos az külföldön már nagyon régóta megy. De azt mit tettet, olcsóbb, de kevesebb? Viszont azt látod, hogy olcsóbb, és leveszed, viszont nem biztos, hogy megfigyeled a mennyiséget. Na de jó az egy brandnek, ha otthon azzal szembesül, hogy XY brand, én káromkodom, a anyád, ez csak 4 deci, ránézek és megjegyzem a brandet, hogy miért akar engem levenni, miért nem 5 deci? Hát ez jobb. Szerintem, hogyha már a márkahűséget kialakította a cég, hogy ilyen nagy szavakat használjunk, akkor káromkodsz egyet, de szereted a sört, jövő héten is azt fogod megvenni. Na de azt érzed, hogy levettek 1 deci. Ne, igen, kicsit átvertek, viszont pénzben kevesebbet fizettél. Aha. Tehát ez az olcsóbbá teszem, de nem figyelem közben a mennyiséget, hogy mennyi. Hát ez a tejfölnél, a joghurtnál, hát ez egy bevett marketing fogás, hogy nézd, ez csak 175. Persze, de nézd meg a gramm mennyiséget is, mert volt 175 grammos tejfölöd, az olcsóbbá veszed, viszont csak tudom, 110 grammot veszel. Igen. És nem veszed észre, tehát azért ez szerintem nem átverés, mert nem, mindig minden rajta van. Bánjunk finoman a szavakkal, mert ez nem átverés. Ez nem átverés, de trükközésnek azért mondható. Annak nem, igen. Szóval azért ez egy ilyen finom, nem tudom, ilyen vásárlói kis eladói trükk, hogy azért persze rajta van, de nem megtévesztés. Nem tévesztés. Ja, nem, hát azért nem átverés, nem megtévesztés. Oké, de amikor azt látod, hogy új csomagolásban, még jobb csomagolásban, igen? Akkor érdemes ugye megnézni, mert valószínűleg ott van valami a dolog mögött. Valami okosság ezért meg ki a franc benne. Nézi végig ezt, hogy mennyi pénz volt, múltkor még ennyit fizettem, most olcsóbb lett, de kisebb lett. Meg azt sem nézed meg, hogy van egy branded, van egy márkád, van egy tejfölöd. Mindig ugyanannyi az ára. Lejjebb megy, de nem nézed meg mindig, hogy az, amit 5 éve veszel, az a tejföl, annak most ugyanúgy minden héten 175 grammja van-e benne, nem? Megnézed, nem már? Nem. Tehát, hogy tudod, ismered, abból veszed. És lehet egyébként, hogy te olcsóbban vagy ugyanazért az árért, már mit tudom, 30 grammal kevesebbet veszel. Azért azt nem mindenki nézi meg. Az árat igen. Te ár és a gram összehasonlítását azért nem mindig végzed, de hogy ugyanannyi van-e benne tényleg, a joghurtodban, meg nem tudom miben. Nem? Mi biztos nem, ha te van egy kedvenc joghurtod, és mindig azt hiszed, minden egyes alkalommal, Jani, megnézed a dobozt? Nem. Ugye? Nem, azért annyira nem vagyok is olyan joghurt. Most egy picit csalódtam. Hát, de másodszorra már igen. Ott, ha kiszúrom, amikor kimosom a dobozt. Mi? Te múltkor még több víz kellett hozzá. Van olyan tej, amire ráírják ide egy hallgató, hogy plusz-minusz 1 deci eltérés lehet.
Na, ilyet én még életemben nem láttam. Az mondjuk nagy vonalú. Egy deci. Elvileg egy liter írja a teljes doboz, tudod? Elvileg egy liter, plusz-minusz egy deci. Azt, na most erről egy izért. Azért ezt meglepődnék, hogy ilyen tejet valaki lát. Plusz-minusz egy deci, és hogy nem mindig kicsit kevesebb írja egy hallgató. Tehát, hogy azért 10% egy liternél olyan nincsen? Nem, hát azokat az egy gép tolja bele, tehát azért nem a Marika néni töltő. Nyomokban mókust is tartalmazza. Aranyom kicsit a szita eresztett, ezért nem egy liter van benne, mit tudom, csak 9 deci, tehát ez hogy? Ilyen biztos, hogy nincs. Na mindegy, én most láttam például, hol is, nem tudom, szárszó, majd lelém, kicsi ajándékok, mit tudom én, búra, benne a kislány, aki korcsolyázik. Jaj, de szép. Havasgöm, meg nem, tehát tényleg megállt az idő a Balatonon. Nagyon jó. 3 centis pici Hitler figura. Kicsoda. Ekkora 3 centis pici Hitler figura, csak elfelejtett, megígértem, hogy visszamegyek és hozok. 3 centis pici Hitler figura áll így egy talpon, nem hűtőmágnes semmi, tartja fölfele a kezét, kis Hitler bajusszal úgy, ahogy van, és árulják a soron hűtőmágnes, gömböcske, gumilabda Hitler figura. Nem már. Ilyen picibe, ekkorában, 3 centis. És a Balatonban áll legalább? Ott van a Balaton parton, Lellén is láttam, és Szárszón is láttam. De olyan a kis szobor, hogy mondjuk a Balatonban áll benne, vagy rá van írva, hogy emlék Lelléről? Semmi nem, áldogál, pici Hitler figura így áll. És karlendítéssel. És karlendítéssel áll a kis Hitler figura. Nem hittem a szememnek, csak valami rohantunk, vagy mentünk valahol a srácokon, hogy jó, ezt most nem, de ezért vissza kell jönni. Sansztalan volt, hogy visszamegy, nyilván már 1000 dolgunk lett a következő pillanatban. De csodálkoztam, hogy ezt vajon kinek? Hát, sok boldogságot. A Balatonról. Vagy, tehát a főnöködnek, az ellenségednek. Tehát egyáltalán hogy engedik? Hát ez az, hogy valaki nem hát tudom. Hát egy két súlyos probléma van. Egy az, hogy árulhatják, kettő az, aki árulja. Hát igen, aki árulja, hát igen, az is fura. Hogy erre nem lehet azt mondani, hogy ízlés dolga. Tehát, hogy és ott álltak. Hát most, ha valaki ilyet árul, küldjön róla nekünk egy fotót a morningshow.hu-ról. Lellén mondom. Lellén és Szárszón is láttuk kis Hitler. Ott áll. 3 centi, nagyon pici. Ilyen picike. Egy sorot. Figyelj, nem hittem a szememnek. Milyen cuccban van? Ilyen rendes katonai cuccban áldogál, emeli a jobb kezét, és pici bajusz haja. Önkívülelmi jelkép nincsen rajta. Nincs. Hát az tiltott, azt nem. Tehát nem tudom, maga az ihelyezés például, az nem önkényúrálmi jelkép, azt csinálhatod, azt sem csinálhatod a karlendítést. A rómaiak is karlendítéssel köszöntötték egymást, tehát az Ave Cézárnál is ugyanúgy megvolt a karlendítés, onnan is vették át tulajdonképpen. Hát onnan vették, igen. Illetve hát ők nem onnan, hanem ők az olaszoktól vették át. Mik Mussolini az olaszok, vették így van, az olaszok meg nyilván a történelmi gyökerek miatt. Persze. Úgy azért az is egy érdekes dolog. És akkor mi lesz jövőre, mondjuk Sztálin figura van, vagy nagy diktátorok sorozat? Te mert Szálasit nem ismerik fel. Igen. Jártunk a Balatonon, gondoltam rá. Sok szeretettel. És átadod. Tehát ki az asztalodra is mindig jussak. Nagyon jó. És azért lepődtem meg, mert a Balaton tényleg nagyon retro. Tessék, nagymama, neked egy kis Hitler, neked nagypapa egy kis Szálasi, mami, neked hoztam egy kis Maót, neked pedig itt van egy kis Frankó. Nem érted. És pont te a Balatonon, ahol aztán a legnagyobb retro dolgokat veszed meg. De jó, a hűtőmágnes jó, a félgömbű jó, még ha korcsolyázó lány is van benne, akkor is jó nyáron. Tehát egy csomó olyan van, ezt miért kellett csinálni? Aha. És a legközelebb majd olyan lesz, hogy üvegbúra és alatt a kis Nagasaki megrázod, és akkor radioaktív hamu. Igen. És úgy volt, mondom a soron, még emlékszem tényleg, hogy a legklasszikusabb, hogy kis vasmacska hőmérővel, tudod, kis balatoni hajó, kis hűtőmágnes, minden, és egy 30 darab Hitler figura. És így megakadt rajta, aztán visszamenőtt, hogy Jézus Atya Úristen, ezt így hogy? Ez. Ha egy szlogen kellene, hogy legyen az életről meg. De nem veszed meg, mert nincs kedved ezzel mindig viccelni. Mindig van lejjebb. Igen, nem veszed meg, hogy a 3 Hitler figurát, tehát nincs kedved ezzel humorizálni. Biztos, hogy megveszik, hiszen hát akkor, megveszi. Akkor nem tenné ki. Igen. Érted? Tehát, hogy igény van rá, akkor kiteszed és megveszik. De hogy mit mondasz otthon, hogy akkor ez a Balcsiról? Nem Chaplin volt, kérdezi valaki, nem, higgyétek el. A diktátorból. Higgyétek el. Nem beszéltél az árussal, hogy viszik-e, mennyit adott el? Olyan kíváncsi lennék rá. Nem, hogy egyáltalán van-e igény rá, vagy mit én bevásárolt. Tessék, egy mutatom nektek, tessék. Egyik barátom, aki ott volt, ő aztán visszamegy lefotózni. Tessék. Rendesen a izé csizma. Köszi, Atti. Megjött, aki ott van, ő az. Na? Na most dolgozt föl. Hát figyelj, csak mondom, hogy a karszalag egyébként ott van a karján. Ugye, hogy kemény? Igen. Balatonon? Kemény. Balatonon? Hogy? Ez senkinek nem tűnik fel, hogy azért ez nem annyira jó. Nagyon súlyos. Egyébként történelmi nem hiteles, fekete egyenruha ma rajta. Jó, hát... Jó, most ez csak a pop nem érdekes, van egy új telefonnal ugrasz. Hát szerintem, nagyon nagy. Szerintem elég kemény. Mondd. És akkor nézzeket, és akkor biztos mondja a száros. Kézifestés?
kézzel öntött ólomból. Kézzel öntött kézifestésről. Ó, Isten. Nagyon. Én látom meg, drága hallgató, ki milyen fura dolgot látott már külföldön. Jó, mi az, amit hoztatok, vettetek, elmentetek mellette, ott volt, megvettétek, hazahoztátok, nem nagyon volt rá magyarázat, nem kell ennyire szélsőséges dolgokat írni, mint tényleg, mint a kis Hitler figura Balaton lellén, vagy Balaton szemesen. De mégis, mit hoz az ember, mi volt az, amit ott látott, itt ilyen nincsen, hoztátok, hogy megvettétek, és mert állítólag egyébként értelmetlen dolgokat vesznek az emberek sokszor a nyaraláson. Erről már cikket is készítettek, hogy hány képet kattintunk, körülbelül egyébként 210 képet készítenek a magyarok, körülbelül nyaralás alatt, igen, nem tudom, ez hogy mérték, 30 fotót jelent ez mondjuk naponta, és közben pedig értelmetlenebbnél értelmetlenebb szuvernéreket is megveszünk. Amit soha senki nem rakja ki, nem, igen, ugye? Persze. Tehát oda adod, hogy hoztad az ajándékot, a kis hűtőmágnest, és soha senki nem teszi ki. Ami nálam a csúcs, Horvátország, most voltunk itt egy hetet, megint elkezdődött ez a tenger alatti szuvernírek kiárusítása típusú történet, anyuka, apuka kijön, kis szék hokedlés, rá van téve egy csomó olyan, amit ugye elméletileg te gyerekkorodban kivettél a tengerből, és hazahoztad, kiszárítottad. Uh-huh. Igen ám, de az összes olyan faj megtalálható az asztalon, ami nincs az Adriában, tehát a Vöröstengerről a gömbhal ekkorába érted kitéve, már az a menőbb, amikor lámpát csinálnak belőle, az gyönyörű, hordja, aki akarja, vagy nézze, aki akarja, és csak olyat árultak, ami nem volt az Adriában, de nem, hogy most, mert kipusztult, hanem soha az életben. Mert az Adriában őshonosokat nem árulhatják, mert azért megbüntetnék őket, viszont van rokon a Vöröstenger mellett, és megcserélik. Aki átküld, igen, és innen meg oda küldik, lehet. Az is tök értelmetlen. Szerintem, hogy ilyen kagyló héjak, meg csiga, ha a gyerek kiveszi, akkor hozzá el, de most te azt, tehát te elmész nyaralni valahova, és akkor búvárkodsz egy kicsit, hogy a mamának hozzá valami gyönyörű kagylót. De az, hogy megvedd. Igen. Hallgatod, nem tudom, hogy ott van felfújt gömbhal, igen, ami tényleg soha nincs. Tehát, hogy nem is találkozol vele bent a... És ilyen leleteket szoktak? Tehát, hogy lemerülnek és megmentik, ugye? Igen, meg akart fulladni a tengeri csillag. A természet romboló hatásától megmentik. Hát az büntetik, hogyha olyat hozol ki, tehát hajóról, például régi hajóroncsról letörni valamit, vagy mondjuk amfora maradványt, hogy amforát kihozni, azt nagyon komolyan büntetik, ha észreveszik, de hát nem lehet ott mindegyik mellett. Jó, írja a barátom egyébként, hogy azt én már nem is láttam, hogy ez a Hitler, egy kis Hitler, ez volt rózsaszíruával is. Na, alternatív volna. Igen, nyitottak vagyunk. Tehát, ha nem lenne jó ugye a náci egyenruha, ami ugye nem teljesen ragaszkodott a történelmi hűséghez valóban, mert nem teljesen így nézett ki, rózsaszínben is megleheted a kis Hitler figurát. Hát, és elhozhatod nem... a Balatonról, az otthon maradt családtagoknak. Nem biztos, lehet, hogy az SA vezér Ernst Röhm volt, mert hogy ő volt az, aki két lukra játszott. De döbbenetes, komolyan mondom. Döbbenetes. Ahol nem várod, ugye? Aha, a Dodgem és az English Peel mellett, de tényleg az ugró királylányos hógömb és a lángosos között egy kis Hitler figura 150 darab. És ez nem jön be, akkor esetleg vehetsz mondjuk a gyereknek egy zsugorított emberfejet. Igen. Na, mit hoztatok, jó? Teljesen értelmetlen dolgok külföldről, amit nem is biztos, hogy megvetetek, csak láttátok, hülye édességek, szerencsehozó amulettek, hát rengeteg minden van. Rengeteg minden, Horvátország, Törökország, Görögország, az ember annyi hülyeséget lát. Mi volt a legelképesztőbb dolog, amit láttatok, vagy láttátok, és megvettétek? Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos híre után. 3:48 lesz pontosan. 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Százacska, bedobocska, gyorsacska, pénzecske, csörögöcske, kasszacska. Hétfő reggeli százacska. Jó, tudod, hogy rend van a világban, érted? Bedobja. Csörög a kassa, nekem még nem kellett, neked nem kellett, de János megkezdte a gyűjtést. Én akartam neki szólni, hogy 30 másodperccel a dal vége előtt már ne menjen, de valahogy elfelejtettem. Ne, nekem sem szóltok, hogy a gyerekek előtt, amikor már érzitek, hogy nem tudok mit mondani, veszek egy nagy levegőt, és jön, aminek jönnie kell. Ne, 30 másodperccel a dal vége előtt fölállt, kiment. Nagyon jó. Hát akkor... Itt van, ő is látja a gépet, hogy mennyi van a dalból. Most én szóljak, hát ennyi, nem tudok. Persze, hát itt vannak a nagy monitorok, látszik minden. Na, ugye arról beszélgetünk, hogy az ember a külföldön jár, hogy nem is kell egyébként külföldre menni, Magyarországon is nagyon sok érdekes dolgot lehet venni. Érdemes csak egy-egy balatoni sétányra ellátogatni, mert hogy hétvégén volt szerencsém a hétvégét ugye pár napot Balatonon tölteni. Egyébként tényleg jó, kulturált, lelebb, gyönyörű, mint mindig, korrektek az árak, és tényleg, tehát okunk nem lehet szerintem panaszkodni a balcsira senkinek, aki ott jár, de amikor jössz, mész, akkor ugye a sétányon felfedezel érdekes dolgokat, többek között például 4 centis pici Hitler figura. Aranyajáték, de tényleg. Azért így az ember nem tudja hova tenni.
egyrészt ugye, hát sok mindenki teljesen érthetően abszolút érzékenyen reagál erre, nem tudom elképzelni, hogy vedd valakinek, vidd. Ha csak nem humorizálsz, a fene se tudja, hogy jó. A másik nem oldal érzel nem biztos, hogy érteni fogja. Ingerenciát, hogy igen, olyan nagy humorizáljál ezzel. De mégis ott volt az ugráló hableány és a nem tudom, ami a vaspacskás hőmérő mellett tényleg, szóval, hogy itt döbbenen. Nem, az is nagy kérdés, hogy az ugráló hableány, hogy fér oda Balaton, vagy van a Balatonban hableány? Ez nem tengeri? Ez a gömbben, ez a kis ugrálény, vagy mozog egy ilyen kis táncoló kislány, és akkor megrázott, és varázsgömb lesz belőle. Meg gondolnak a dán turistákra, hogy érezik magukat. Majd azután dumálja, hogy a csörgött a százas, persze, jó előtt, be, aztán jössze. Folyamatban volt a kávém, úgy gondoltam, hogy... Te vagy az egyetlen, aki nem ingyen kávézik most. Hát, hogy... Figyelj, muszáj dobni. Egyébként lehet, hogy kávépénz nálad, tényleg. Kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk, hogy ti mit láttatok már külföldön vagy belföldön, mi volt az, amit megvettetek, tetszett, vagy csak egyszerűen döbbenetre álltatok a dolog előtt, és nem értettetek, hogy lehet ilyet árulni. Na nézzük, azt mondja, hogy a legütősebb görög harcos nagy dákóval. Ha lehúztad a sapkát, dőlt az úzó. Mi van? Ja! Igen, az megvan. Ez megvan. Igen, az nagyon jó. Angliából hoztam anno Hitler European Tour feliratú pólót, rajta a megszállt országok és a városok neveivel és a dátumokkal, hátán meg a térképen. Egészen dermesztő, hogy ezeket valaki árulja, valaki meg is veszi. Igen, egy lengyel biztos nem veszi ilyet soha. Soha, persze, hát azért ez sokakat bánt, sért, nyilván joggal egyébként. Peruban szerencsét hozó szárított madárfiókákat, egereket, tengeri malacokat árultak. Ez is morbid nekünk, buszik kara. Tehát szerencsét hozó szárított madárfióka. Érdekes a kultúrája. A tengeri malacot ők megeszik, sütik a tengeri malacot Perúban, hogy szárítva mire jó, azt nem tudom. Horvátországban láttam egy kulcstartót, amin egy szőrös férfi egy tyúkot oralizál. Jaj, elég bizarr volt. Horvát kulcstartó volt. Erre gondoltam, hogy írjatok ilyeneket, de tényleg miket lehet kapni különböző országokban. Görögországban évek óta mindenhol lehet látni a fallikus szimbólumot 5-25 cm-es sörnyító formájában. Megmosolyogtató, ahogy rámarkolnak. Ja, finoman megfogad. Hazaviszed anyunak, sörnyítónak. Svédország cukrászda, korom fekete torta, rajta koponya egy rózsaszín masnival a fejtetején. Azt szerintem vicces, az jó. Joe küldte nekünk. Én Majorkán láttam fából készített péniszfigurás sörnyítót, nagyon komoly, ezt Tomi küldtem, hasonlóan, mint Görögországban. Most jöttünk haza Bulgáriából, ott a bazársorról láttam hímvesző formájú gyertyát. Sötét barna színbe. Kis kanóccal a végén. Aha. Ja, az mint, hogyha már ott. Átjön a család, és akkor ott szépen ég a gyertya. Jó, milyen, de hát milyen meghitt, milyen a családi összejöveteleknek a fénypontjai ezek, amikor mondjuk így megkínálják a, mit tudom én, Terikét, akivel már régen találkoztak, család fordal megy, és akkor Terike egy cigit megnyomja hátul a kis figurát, és írtan a gatyából elugrik. Elő egy cigit. Igen, azért a mama rágyújt egy ilyen kis fallikus, nem tudom, gyertyáról, azért az egy jó kép, nem? És aztán jön elő az úzos üveggel. Na most meg ennek húzza le a kupakját. Igen, Bulgáriában minden szuvenírboltban a kis emléktárgyak mellett mindig árultak viperát és sokkolókat. Hát mondjuk hasznos. Igen, két hete Jezolóban egy boltban Hitler és Mussolini is palackozott bort fotóztam. Többféle pózban volt, egyébként bögrét is lehetett hozzá kapni. Fele az ízlésüket. Sokan mondják, igen, hogy van. Abszolút igen. Balaton akaratjai, bazár, kishajó, Kroácia táblák. Zseni! Ez miről szól, ha már nincs pénzed, vagy nem jutsz el, vagy a családodat csak mondjuk Balaton akaratjára tudod vinni, nem mint a Horvátország jobb lenne, akkor ott vedd meg azért, hogy ott voltál. Külföldön voltunk, igen, srácok. Hazudj a rokonoknak egy Kroácia táblával? Attila küldte neki. Remélem, a horvátoknál lehet kapni akaratja. Feliratú kishajó. Egy-egy. Dildo alakú öngyújtó kenesén. Szilvi küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Svájc, kisváros, főutca, kis buszváró, csoki automata, antibébi tabletta. Bármikor. Hát persze. Mert a csokoládé afrodíziákum, érted? És már rákészülnek a bajra. Ja, hogy először veszel csokit, így utána van, meg antibébit. És van egy köztes állapot is, ami a legizgalmasabb. Igen. Tavaly Olaszban vettem Adolf bácsis öngyújtót. Egészségedre. Mi van Olaszországban? Egészen elképesztő. Aztán... Igen, a pénisz alakú sörnyító a vízipisztoly állvány mellett. Tehát ugye, hogy a gyerek viszi a vízipisztolyt, te pedig megveszed a többit, igen. 35 évvel ezelőtt Bulgáriában betértem egy hentes üzletből, megláttam sok apró nyers rákot. Mivel itt még soha nem láttam élőben, gondoltam, megmutatom anyukámnak, és vettem egy kilót.
másfél napos hazavonatozás után kánikulában hűtés nélkül mi fogadott itthon a negyedacskóban ezt peret? Ki azt hittük, hogy mamának a szállásra hazavitted, hogy ilyen a ránk, de ha itthonra hoztad, másfél napig utazott a 40 fokban, az szép. Igen. Azt mondja, én Balatonfüreden láttam egy óriási szombrérót. Nem tudom, hogy köthető ez a Balatóhoz, de meg kellett venni. Na így köthető, kis hogy megvetted. Küldte nekünk, igen. Az egyik ismerősöm a Bahamákról egy Coca-Cola-s fémdobozból készített fényképezőt hozott. Coca-Cola-s dobozból készített fényképezőt. Ha működőképes, az menő. Az mondjuk menő. Igen. Na, hát ilyen SMS-ek jöttek az értelmetlen ajándékok kategóriában. Korzikai szuvenírboltokban boxerek, sokkolók, különböző pillangók, kések, pisztolyok. Csak úgy, hogy legyen. Legyen, de azért mit megvenni. Balcsin, vettem egy T-Rex jelzőkészüléket. Egy üveg pohár a dobozra ráírva, töltse bele a legfontosabb a védelme. Micsoda? Tehát, hogy pohár, víz, jön a T-Rex, remeg a víz. Ja, értem, mint a filmen. Töltse tele, legfontosabb a védelme. Beletöltöd a pohár vizet, és akkor ahogy lép a T-Rex jelzi, T-Rex jelző készülék? Ez zseni, ez zsivány és zseni. Sokszor, egyébként Balcsin, abszolút megértem. Hát ott azért bármikor jöhet egy kósza. Jó, most cinikus vagy, de csak egyszer legyen baj. Nálad mindig van egy pohár az asztalon, fogadjunk. Ez én már a legértelmetlenebb T-Rex jelző készülék. Sose lehet tudni, hogy mikor jön, igen. Balatonon láttam cirkáló turistákat szállító kalózhajó. Anti küldte nekünk. Atya Isten. Na jó, oké, hát köszönjük szépen az SMS-eket, ezek jöttek, megyünk tovább, játszunk Óven bácsival és Bernu nénivel már is. Ja, elnyitom. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakuk vidám szomszédai. Óven bácsi és Bernu néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Eszter vagyok. Hello, Eszter. Honnan hívtál minket? Tuzséról. Na, nem hagyjuk a magánéletedet. Nem kell nekünk mindent tudni. Merre van Puzsér? Szabolcs-Szatmár-Berek megyében. Nyíregyháza közelében. Igen? És jó hely? Hát, nem annyira. Nem? Nem annyira? Tuzsér, ugye? Igen. Jó. Akkor Anna is süket, simán beért, hogy Puzsérom van. Simán. Mit csinálsz, Eszter? Milyen foglalkozol? Én közmunkám vagyok. Közmunkám vagy, és mi a feladat? Hát az óvodában kell takarítani. Na, az jó. Az udvar kell rendbe tartani. Óvodában takarítasz. Naha. Igen. Szereted, nem szereted? Hát nem annyira. Nem annyira. De most ez van. De hallom, ott vannak a gyerekek, de helyesek. Igen, kettő is van. Ó, hát ők milyen korán beértek már az obja. Ügyeletes obja játékok is? Saját. Vagy saját gyerek? Nem? Saját. Aha, hogy még nem vagy az óviban, otthon vagy a tieddel. Úgyhogy. De már tényleg otthon vagy még? Igen, most szabadságon vagyok. Jó. Kicsit nehezen hangolódunk össze, de megértem. A végére minden megértem. Meleg van, nekem is egy kicsit a fejemben. Igen, jól van. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Bernu néni. Figyelj, Eszter. Repülnek valahol. Bejárják. Igen, ez a Millennium Falcon beta verziója. Igen, lassan repülnek. Még nem volt hiperürülgás alkalmas. Lassan repülnek. Na, figyelj, egy filmet kaptál. Egy filmzenét, de nem túlságosan nehéz. Jó, rövid részlet jön belőle, nagyon rövid. Indítjuk, figyelj. Mutatjuk még egyszer. Külföldi? Igaz? Így van. Amiből Bászperszer van, igaz? Na, de honnan tudtad? Ebből a zenéből csak. Úgy a zene alapján ez annyira gagyi és annyira bűnés, csak Bászperszer lehet? Lehet. Hát, igen. Nem tudom, hogy sérte nem jut eszembe. Mutatjuk, figyelj. Nem tudom. Na, akkor mutatunk hosszabb részletet, be fog ugrani. Eddig nem sok minden történt benne. De mi olyan vidám, nem? Nagyon. Hát vidám, csak most hirtelen nem jut eszembe. Nem jut eszedbe. Nincs, aki segítsen, egyedül vagy? Igen. Ó, de kár, hát a gyerekek meg nyilván nem tudják.
De nem is ez nem volt a akarok hülyeséget mondani amúgy. Hát figyelj, mondj egy Bud Spencer filmet. Terence Hill is játszott benne, nagyon mellélőni nem tud az ember. Még volt vagy 400-500 darab ebből, tehát hogy így... Akadt. Akadt. Pár filmet azért ők leforgattak. Pedig nem régen volt ez a film. Hát maga a film nagyon régi, csak maximum nem régen de adták. Nem de nem régen is adták. Össz minden kereskedelmi csatorna 4000-szer leadja egy évben. Plusz a kábel tévé. Oli Erzicer, kiadhatatlan. És minek vegyenek új filmet? Karácsonykor, húsvétkor, augusztus 20-án. És mire jöjjenek október. Le a bosszvállók kettővel, minek? Kit érdekel az? Igen, mi Marvel Studio, adjon már egyes. Inkább ez. Szóval, hogy nincs meg? Semmi? Mondj egy filmet, játszom. Ami eszedbe jut. Mondj egy filmet, bármi jó nekünk. Csak játszom benne Bud Spencer. Különben tőbe jövök, hogy valami ilyesmi. No, hát, nem sajnos tudom, nem. De nem tudom. Pedig az is mi jó. Hát ez a kincs, ami nincs. Jaj, Olulú. De nekem volt még egy jellegzetesebb betétje ennél. Lehet, ez beindul. Mindegy. Kincs, ami nincs. Ci trova un amico, trova un Tesco. A Tesco. Aha, világos. Ez volt. Aki barátot talál, kincset talál. Oh, ez volt egyébként az eredeti címe. 1981-es. Amerikai olasz kalandfilm. Hát ez már jó. Yeah. Rendezte Sergio Corbucci. Ó, oh, de jó, emlékszem, hát én összes filmjét megnéztem. Sergio Corbucci. Zeneszerző, nincs sok véletlen? Mondom neked, azt mondja, ne. Azt nem látom. Mama, Luis Bennett. Kamasuka, John Fujioka. Anulu, Sal Borghese. Sal Borghese? Sal Borghese. Én volt Anulu. Hát, jól van. Nincs akkor ajándékcsomag, jó? Nem baj, már egyet úgyis nyertem nálatok, úgyhogy. Hú, megjött az ének, mit mondunk? Sunshine, nem? Hátja Isten. Na jó van, hát akkor elbúcsúzunk, köszi a játékot. Na, szia. Eszter, jó munkát neked, fel a fejjel. Köszönöm, majd legközelebb próbálkozunk. Persze, meg lesz ez még. Meg lesz. Ciao. Sziasztok. Hello. Szia. Hello. Na. Jó zene volt, olyan vidám lettem tőle, nem? Jó, hát együtt egy videó, félük vidám volt majdnem. Mondjátok azt, hogy nyilván 50-szer láttuk a filmet, meg az összes filmjét, de néha olyan jó ez. Ők például Amerikában is sztárok voltak? Befutottak? Mert szerintem ugye Európában nem, és csomó volt tényleg koprodukció készült, tehát amerikai, olasz, tehát... Lehet, hogy akkor nyomták kint is őket. Szerintem nem volt. Nem futottak be soha? Ugye nagyon sok filmet csináltak, a vagy nyugatról, Western filmet is csináltak, hát az Aranyos a lyukában, meg egy csomó minden volt, ami azért az ott... Nevem senki, Terence Hill. Persze, tehát, és azokat mind ott forgatták, de vajon Bud Spencer és Terence Hill neve egyébként csak nekünk mond valamit, az európai szubkultúrának, vagy az európaiaknak, vagy Amerikában is ők sztárok voltak? Szerintem ők európai sztárok voltak. Igen? Nem futottak be Amerikában soha? Nem. Egy másik Sergio-nak a filmjei, azok mentek, de... Jó, hát csak a Charles Bronson játszok meg. Ez picit már más volt, igen. Kincs, ami nincs, úristen. Kincs, ami nincs, igen, a Morning Show ajándékcsomag. Na nézzük gyorsan még, hogy mi a helyzet az utakon, mit írtak a hallgatóink. Úristen, gyerekek, libabőrös lettem ettől a zenétől. Ettől? Szereti. Mert ha azt az ember kimondja, hogy Anulu, attól lehet. De hát a zenétől is lehet mondjuk annak lenni, igen. Azt mondja, hogy Komárom után M1-esen Budapest felé torlódás van, ugyanis baleset történt. Aztán van egy Őz a leállósávon, ez szintén az M1-esen a 96-os kilométernél, M3-as 262-es kilométernél Vásáros-Namény felé drága fotó készül. Ezt Torrini küldte nekünk. Balatomárjafűrű dugó és stresszmentes, M85-ös Győr-Csorna jó járható Békás Pisti üzeni nekünk, és Dunakeszi felül a régi kettesen a főváros felé haladó Bézs BMW tulajdonosnak üzenem, a szabályosan 60-nal közlekedők nem azért húzódnak le a murvás patkára a szirénázó készeléti mentő elől, hogy ő beálljon mögé, és vagy tucatnyi másik autósra hozza közben a frászt. Üdv Kriszta. Krisztában van vitamin azért, hogy egy ilyen SMS begépelni, nem? Nagyon. Van rendület. Igen. 5 perc, ha pontosan 8 óra Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Hello! Sziasztok, jó reggelt!
drága hallgatók, egy jó kis Avanci. Istenem. Jaj, de jó volt egy ez. Jó Avanci után. Jó volt ez először. Itt lesz is. Most a héten, lehet Avanci koncertre menni. Van Avanci? Van Avanci a Avanci, héten. Avanci. De hát a ma estéért dobog a szívünk. Aki ott lesz, ott lesz. Te jössz? Vagy mi van veled? Puha nem vagy? Tudom, kipukkadtál a hétvégén? Szervezési problémáink adottak. Igen, a hétvégén is kicsit sokat kivett belőlem, de hát nem szeretnék mód lenni. Hát mindenképpen, persze. Állítólag már itt van. Megjött. Már tegnap megjön. Már megjött. Kibérelte szerényen a Four Seasons-t, leszállt a magárepülőgépével. Ahogy kell, gyerekek, ahogy kell. Tehát így kell megérkezni. Megjössz a magárepülőddel, kiveszed a Four Seasons egyik szintjét, ugye Robbie Williamsről van szó, megérkezett a több száz fős személyzet, zenekar, két kamionnyi, vagy három kamionnyi felszerelés, két busznyi személyzet. Most úgy személyzet, ez egy rossz ízű szó, ugye, hogy a zenekar, a szakács, a személyedző, a feleség, a gyerek. Tehát körülbelül ennyien kísérik, hát ebben ugye a ródok, ebben mindenki benne van. És nem mozdul ki a szállodába. Nem mozdul meleg ki van a szállodából. Tegnap már állítólag bejárták a helyszínt, a stábja, aha, ugye megnézték a színpadot, meg gondolom egyeztetek egy csomó minden, színpad átvétel, stb. Az öltözőt is megnézték. Az öltözőt is megnézték. Speciális igényekkel. Nagyon jó volt a levél, azt nem tudom, olvastatok-e részleteket. Van egy úgynevezett rider, egy technikai rider, amit minden zenekar elküld egy ilyen fesztiválra, vagy a koncert helyszínére, hogy milyen igényei vannak. És akkor itt ebben benne volt az, hogy nincsenek különösebben nagy igényei a művész úrnak, de merjétek elengedni a fantáziátokat. És hogy azt írták még, hogy annyi cucca jönnek, hogy nagyon szépen kérik, hogy a teljes hátteret, tehát a backstage területét, azt pucolják ki, mert nem fognak elférni. De hogy ez komoly. Tehát, hogy annyi motyó lesz fönn a színpadon, fénytechnika, hangtechnika, hogy senki nem jöhet be hátra, mert egyszerűen nem férnek el. Tehát az, amit te mondtál, hogy 200 ember, az tényleg annyi. Hívjuk majd... Robit. Robit, igen, fölhívjuk 9 óra után, föltárcsázok a Four Seasons. Nem, Gerendait fölhívjuk, hogy csak kizárólag Robiról mesél nekünk egy kicsit. Mit kért, milyen igényei voltak... Nyilván az ember érdekel, hogy mennyibe kerül Robbie Williams, nem fog elmondani. Hmm. Csak megközelítőleg mondjon egy összeget. De előtte csörögjünk már a szállodára. Hát hagyják. Hát kezdő recepciósra beszélünk. És adja, tényleg. Le van egyeztetve egy interjú a Robbie Williams-szel. Kapcsolja kérem a hotelszobáját. Kapcsolja. Jó reggelt kívánok. Én Sebestyén Balázs vagyok. Robbie Williams-szel szeretnék beszélni. Ez jól hangzik. Kapcsolom. De most miért? Lehet, hogy... Hát egy kezdő recepciósnál hátha. Föl vannak ők elekészülve. A két vagy három évben fölhívhatjuk a Four Seasons-t. Azt hiszem ott van. Fölpróbáltunk valakivel kapcsolatba kerülni. Dan Stallone volt itt, vagy a Schwarzi volt itt, amikor hívogattunk valamilyen szállodát, és visszahívtak a szállodába, hogy igen, köszönjük, nem beszéltek, emlékeztek? Hát ez volt ilyen. Igen. Valakivel beszélt. Hát ha. Ja, milyen megnézem. Aha. Nem lehetnek már ennyire, hogy is mondjam, csak érted, ilyen nyáspolgárok, meg bürokraták, érted? Ha Salgó Hotelbe szállt volna meg is oda csörögni, biztosan. Hát na, ott igen, mert ez rendes hotel. A Salgó Hotelben, igen. És mit csinál most ott? Ül szegény a szállodában, és nem mozdulhat ki. Szörnyű élet ez a rockstárkodás, nem? Hogy most ott ülsz a szállodában, nem mehet sehova, rajongók már biztos lent vannak a halban, meg a hotel előtt. És hát a Robi nem tud kimozdulni, mert szétszedik a csajok. Hát igen, hogy jó az, hogy ekkora sztár vagy, meg magárepcsi, meg, de hogy egy lépés nem tudsz. Nem olyan rossz ő, vagy nem olyan rossz az. Tehát, hogy ráadásul az a típus, hát szerintem, aki lubickol ebbe. Igen? Hát, hogy elég megnézni tényleg, ahogy tudom én a Twitterét. Orba szájba mindig fenn van valami, mindig kitalál valami paromságot, tehát hogy ő azok közé tartozik, mint amilyen a Robert Downey Jr. is, hogy előszeretettel posztolgatnak magukról, és hogy imádják a nyilvánosságot. Szerintem lubickol ebbe. Azt tudom, hogy a zenekar már, amikor itt volt még tavaly nem, akkor nem aludtak ki, de vagy 3-4 évvel ezelőtt, akkor mondta, hogy ha szeretné találkozni Robival, akkor mi el tudjuk intézni. Tehát, hogy a zenekar volt, egy fehérhajú gitárosa volt, nem tudom, most az gitározik-e vele. Ő volt a legnagyobb csajozógép, és ő a magyar csajoknak is mondta, hogy persze, mert ugye ők le tudnak jönni azért a halba, meg nem tudom, és akkor is a Four Seasons-be szálltak meg pár évvel ezelőtt. És hát voltak, akik kimondtak, mesélték, hogy azért a zenekar előszeretettel aratta le azt, amit ugye Robi nem tudott. A zenekar előszeretettel castingolt ugye Robinál, és hát mondták, hogy persze, természetesen bevizlek Robihoz. Csak tudjuk akkor az utat, csak az én hálószobámon keresztül. Voltak lájkák, akik ennek bedöltek, hogy de hát a... szívjuk el a békepipát. Igen. Ha meg kell tenni, hát meg kell tenni, mondták a lányok. Aztán szerintem kicsit csodálkoztak, hogy miután a dolog megtörtént,
nem biztos, hogy... Ülj le a halban, jövök érted mindjárt. Jövök mindjárt, viszlek Robihoz, nem vitték őket Robihoz, de hogy a fehérhajú állítólag legendák vannak róla. Legendák vannak róla, hogy, hogy ő nagyon tudott, hogy... Fehérhajú gitáros, ez nem az alapi Pisti volt, csak oda ment potyázni. Igen, én vagyok Robbie Williams gitárosa, mondta, mondta az alapi angolul. Nem, állítólag a fehérhajú az őszhajú gitáros, az, az gyerekek az ott. Szörnyű dolgokat művel. Hát, figyelj, most van, van olyan csaj, aki, aki megpróbál így eljutni tényleg? Tehát, hogy megéri, hogy akár a gitárossal is csak, hogy eljusson Robihoz, azért ott olyan bevállalósnak kell lenni. Szerintem nem, hogy gyere, még... bébi, ha velem együtt vagy, akkor beviszlek Robihoz is. Hát azt nyilván nem tudta elvinni. Hát, még lehet, hogy az sincs benne, kell. Hogy lehet, hogy tudja is, hogy nem fog a Robihoz eljutni, de Robi gitárosát beírni a noteszembe és kipipálni, az lehet, hogy neki jó. Azt mondja, hogy figyelj, lefeküdtem a Robi gitárosával. Ennél közelül nem kerülhettem Robihoz. Igen, igen, ők már egyszer kezet fogtak, tehát megvan az érintés. Nap mint nap találkoznak a színpadon, majdnem olyan. Meg hát azért egy házas emberről van szó. A gitáros? Nem, az nem Robi esetében. Persze, hogy Robi csajozna, persze. Nem, meg nagyon helyes egyébként, viszi hát, mindenhova. Ki tudja, hogy náluk hol kezdődik, mi van abban a házassági szerződésben. Ez is igaz, hogy, igen, tehát, de hogy viszi a családot mindenhova, most is állítólag hozta, itt van. Tehát, hogy az, 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 az tök szimpi, amikor már egy ilyen nagy rockstar, egy popstar így lenyugszik, nem? És akkor kicsit már egy család gyerekezik, egy gyerek, két gyerek, már most tudom, hol. Hát figyeljetek, neki ez mindig szimpatikus. A nagyon hosszú ideig védjegye volt, azt hiszem az Angel című dalra, hogy fölhívott egy lányt, akinek elénekelt, elassúztak, és ott mindig megcsókolta a végén, hogy most például kötsz úgy házassági szerződést, hogy anya, oké, csak a tűnő vagy, hogy ezt beleírod. De értsd meg, hogy nem hiszem, hogy ezt beleírod, hogy lesz egy világkörül turné, és ott minden nő. Mindig fölhívok egy lányt, és az Angelre csókolom. Igen, műszáj. Azt ő csinált egyébként tényleg, hogy ugye volt egy nagy világkörül turné, és ott minden állomáson egy nőt összeszedett egy hepatitis. Azért bevállalós egyébként, azért bevállalós. Tehát azért egy oké, jó csaj, de azért érted, hát azért az nem tudhatod. Szóval, hogy így, engem, és közelről veszed észre, hogy most pont vele világított a szemembe a reflektort. Ott már nincs kiút, ott már azért kell. Azért nem vagyok benne biztos, hogy nincs lebeszélve. Nem, nincs. Magyarországon egy olyan lányt hívott föl, aki nálunk dolgozott a Zenetv-ben. És nem, de ő elsősorban tomboltak, de nem volt lebeszélve. És a csaj meg volt őrülve Robiért. De hogy ilyen konkrétan szerelmes volt vele. És ugye tudták a magyar csajok, hogy Robi Magyarországon is majd felhív valakit. És koncertjét megvette, beállt az elsősorban, integetett, brutál merre kirak, és Robi felhívta. De Robi van. Felhívta, és mindenki hétfőn a Zenetv-nél kérdezte, hogy milyen Robi vagy csokorozni, és azt mondta, nagyon zöld almásrágó volt a szájában Robinak. Tehát is ismerem a csajt, aki csokorozott. Most kint lesz vajon? Megint elsősorban? Robi? Lesz? Biztos. Hát, fogjuk megdöbbent, hogy egy Robi koncertel ott lesz. Nem. Nagyon sokáig kellett ecsetelni azt a herpeszt a szájában. Azt mondta, hogy elég egyszerű. A háromszorosára duzzadt a nyelv a csajnak, mert Robi nagyon harap állítólag. Igen, ő zenetévés. Robit elnéznétek a feleségeteknek, hogy a nagy rajongó lenne? Hát azért érted, vannak a földi halandók, aki azért ne csaljon már meg. De Robi van. Tehát, hogy a Viki is óriási Robi rajongó, brutálisan meg van érte őrülve. Tehát mondjuk az elsősorban, mit tudom én, menne, és akkor egyszer csak azt látnám, hogy te! Hallott, ülök valahol, ott tudod kéne, hogy egy Robi valaki. Hallott! Ja, az Robi? Ja! Csajlá! Mindenre! Ez az! Fogd meg, Viki, fogd meg neki, hogy csúnyáját! Ezt a tiszkóba sziget, gyerekek, az ott nem a nejem. Viki, hát rácsörgök már fel, nem veszik fel. És na, gújjön, nézem ott az óriás kerék mellől, hát nézd már megadom a feleség. Nem vagy rá félték? Nem, hát most... Hát érted, neki ez munkaköri kötelessége. Nekinek a felesége? Hát, nem, Robinak. Robinak. Van szerintem, érted? Aki nem engedné föl a feleségét. Tehát van, aki megőrül attól, de ez nincs az a baj, ha a feleséged, a pasid valamilyen világsztárra rá van indulva. Én nem tudom arra nők, hogy lehetnek féltékenyek, tehát rengeteg, mint Charlize Theron, jó nő, szép nő. Most vannak nők, akik kiakadnak, hogy az én férjem milyen alapon néz rá egy nem tudom, egy sztori magazinra, ahol Charlize Theron benne van, és erre hát, valaki ideges. Engem például nem zavar, hogy oda van Robiért. Hát, tényleg, tehát hogy bennem ilyen semmiféle frusztrációt nem okoz. Hát most fölhívná, vagy van, csinálja még ezt a csokorózó kis kürt, és fölmegy. És hogy mondjuk most a felszaladok én is, hát átölelem őket. Csináld még. Egy közelít, hogy hát ha mondjuk a Viki az a típusú rajongó lenne, aki most ott áll a hotel előtt, és így Robi lemutatna, hogy te, gyere föl. Picit messzire mentünk azért a feleségem áll a forszízom. Engem vigyél. Oké, kicsi, menj csak, addig iszom egy kávét. Itt várlak, járom. Állítólag nagyon jó az a hertortájuk. Igen.
Lemegyek, sétálok egyet a Dunaparton. Igen, addig veszek valami édeset a gyereknek. Persze, menj csak. Nem, hát azért, hogy 20-22 éves lányok állnak, azért 40 évesen ott állsz a Four Seasonsben, hogy hát a téged vissza a Robiot, azért komoly baj van. Tehát, és ellenkező esetben mi lenne? Miki már 20 évvel ezelőtt sem, vagy 10 évvel ezelőtt sem ment a Four Seasonsben, csak tudta, hogy, hogy azért ott voltak Z-plusz dolgozók is voltak, akik álltak a Four Seasonsben, hogy hát a Robi őket felviszi. Tehát 40 évesen már azért nem gondolnám, hogy ott kéne állni, nem? Sikító, kevésbé tudom elképzelni. Én 20 évesen sem tudnám elképzelni, a Vikit sem, egyébként meg én magamat sem, hogy ott állok egy hotel előtt, hogy hát ha meglátom, de szerintem egy csomó vannak, akik igen. És a gitárosra el tudnád képzelni magad? A gitárossal simán el. Hát, milyen jó hangszerei van. Hallod. És ellenkező esetben, hogy na, érted, itt olyan én hazacsörgök, és akkor azt mondta neki, anya, itt ülök Salma Hayekkel, és az na, van, hogy én úgy érzem, hogy ebben azért több is van, hogy te mégiscsak Salma Hayek! Elégjél már ilyen, hogy szeretsz vagy nem szeretsz, hát nevedd el az álmaimat! Na, de mindenem, hogy megtudjuk, hogy Salma Hayek Magyarországon forgat, és megszállt mondjuk a Marriott. Így van. De mit akarsz? Miért mész oda? Meglát engem a kis rövid nadrágokban. Igen, a kis szandálokban, a kis pólóckádban jössz egy Ocean és Lidl szatyorra. Így van. És azt mondja, hogy őt akarom. Így van. Ki az a helyes kis fiatal? Nyalogatom a standard punch vanília csokit. Kicsit már, kicsit maszatos már a fehér pólód, ami rajta van. Igen, vettél pont 4 pár fekete zokit. Így van. Valahol, igen. És kimutat. Őt akarom. Őt akarom. És akkor bevisznek, és akkor hogy hívják? És kíváncsi rám. Ki ez a srác? Ki ez a srác, aki mint egy villámcsapás? Hogy ez belefér? Betalált nála. Hogy ez belefér egy kapcsolatba? Igen, hogy belefér. Hát ezt azért nem tudom eldönteni. Hát ez azért de Salma Hayek, vagy Robi Williams. Gondold már még egyszer, mit beszélsz. Na de milyen fölmészél, hogy lefekszel Salma Hayekkel? Igen. Igen, és élet tovább. Elkéreckedsz? Hát azért kevesen mennek bele szerintem. Drágám, itt a Stallone, hát most elmegyek, hát kiválaszt, és akkor bebújik az üvegasztal alá. Felvászom az üvegasztalra. Ugye, mert hogy a Stallone-vel kapcsolatban ez a történet, hát hogy azért ő rendelt egy üvegasztalt, és hát a csúnya ott egyébként nincs. Én szerintem az imán nem fér bele. Nem? Hát most azért, ha a férjed vagy a feleséged, nem tudom, azért valaki iránt rajong, és elmegy, hogy beüljön egy szálloda hajába, hát ha fölviszi magával, azért az át kell gondolod a házasságodat. Nem a beülni. Kit de... vettél te el, hogy ott ül 4 órát, nem tudom, a Marriott hajába. De nem, nem ül a Marriott hajában, Jani sétál az utcán a nájlon zacskójával, ami mindig nála van, ott megy a Salma Hayek, és így kimutatott. Kéz a kezben Mónikával. És elmegy mellette egy limó, és kimutat, hogy igen, kimutat a Salma Hayek limóban. A Deákon lehet kapni, hogy hívják, hogy mit tudom én, érte, citrus illatú WC öblítő. Olcsóbban. Így van, 2-t fizet, 3-at viet alapon, és akkor éppen ott sétálgatok, és akkor Salma Hayek kimutat. Hogy jó, lehet, hogy rá nemet mondana. De mondjuk Monica Bellucci azért, csak nem. Hát fogja már föl. Odadod a kis aliszatyrod, és azt mondod, hogy jövök mindjárt. És ülsz, és Salma Hayek elnöki lakosztályában a kis bőrfotó, lelóg a lábad, így lóbálod. Igen. Salma Hayek zuhanyzik, tehát egy gini beszél egy... Igen. Iszol egy gyors őszi levet a minimárból, visszarakod egy Tesco-ssal versze, bontasz egy Raffaello, nem tudod... Hova rózsa bimbó lehetné. Igen. Brutál elnöki lakosztály, ami nem tudom, a haj iszonyatos ágynemű sejje, minden. Kinyílik a fürdőszobalt, és kijön belőle annyi gőz, amennyi a Széchenyibe egy évben van, és kilép belőle. Ja, hogy hello, Jani, kilóg. Készülök zuhanyozni, nem tartasz velem? Te már veszed a kis szandálodat, lerakod akkurátosan a kis zoknidat, összehajtogatod én stokka méretűre a kis pólódat, és bemész Salma Hayekkel zuhanyozni. És előtte még fölhívod Mónit, hogy egy óra és végzem. Igen. Teljesen reális szintű. Igen. És megkérdezi, hogy szalma. Abszolút el tudom képzelni. Nem. Írja nekünk, Robi rajongó. Fél szerelem vak. Írjanak nekünk Robi rajongók. Írjanak olyanok is, akiknek hát ha összejött egyszer egy hírességgel. Jó? Keressünk egy ilyen hallgatót. Hát ha volt olyan tényleg, aki mit tudom én, csókolózott Paul McCartney-val. Vagy Jagger ránézett egy bécsi szállodába, és azt mondta, hogy gyere te, és hozd 8 barátnődet. Hm. Ugye? Mert a Jagger étvágya azért az világhír. Tehát hát ha találunk olyan hallgatót, akinek neki valaha... Még David Bowie is összejött. Neki még David Bowie is összejött egyébként. Tehát valaha valakire mutatott-e már rá, magyar csajra, magyar pasira, angol, amerikai, teljes, vagy ausztrál világsztár. Tehát keresünk ilyen hallgatót, aki legalább már odaférkőzött, és intim helyzetben maradt egy világsztárra. Nem kell arra gondolni, hogy most nyilván szex volt. Zimány Linda, ne hívjon minket, mert ő túl egyértelmű.
Igen, micsoda, most olvastam pont, hogy ma van címlapon Lindus egyébként. Hát a szerelem végre utat talált. Magyar milliárdos Zimány új pasia. Tehát ebben mi a hír? Az, hogy magyar. De volt már magyar milliárdossal. De ugyanaz egyébként? Nem. A vetésforgóban megint rákerült a sor? Tehát ennek egyáltalán nincs már hírértéke, hogy magyar milliárdos Zimány új pasia. Ez ma van az egyik bulvár a címlapján. Nincs benne új információ. Uh-huh. Az, hogy magyar volt, milliárdos volt. Így van. Nem? Tehát nem értem. De miért nem azt, hogy magyar kényszervállalkozó vízvezetékszerelő Zimány Linda új barek, ezt miért nem olvashatom sehol? Igen. Arról nem hallunk. Na, szóval, drága hallgatók, ki került már rajongóként világsztár közelébe úgy, hogy nem csak egy autogram, hanem esetleg egy kicsit több. Robi rajongók is írattak, azok, akik ott voltak már 4-5 évvel ezelőtt a szállodában, 7 évvel ezelőtt a szállodában. Rátok mutatott-e egyszer az őszhajú, fehérhajú, kaporszakálú gitáros, akinek egyébként szörnyű lehet, hogy én vagyok. Én vagyok Robi gitáros, azért így kell csajoznod, valahol baromi nyomorult. Ha bejön, nem? Szerintem nem hát, nyomorult. Fene tudja. Az is igaz, nem kell belőle morális kérdést. Tehát, hogy azért... most, hogy más hülye vagyok, ezt csak én gondolom túl, kit érdekel. Robi gitárosa vagyok. Hogy hívom? Mindegy, Robi gitárosa vagyok. Tehát... Sziasztok, szégyellem, szánom, bánom, Ricsi Szambora vagyok, a Bon Jovi gitárosa. Na de várjál, azért Ricsi Szambora az más, mint hogy találkozhatsz Robival, ha előtte velem vagy, egy ilyen no-name őszhajú csávó, aki egyébként brutális. Gondolod-e mennyire eszembe? Sziasztok, Lepe vagyok, Ákos billentyűse. Sziasztok, Axel vagyok a kerozimból, persze. Na jó, de a kislányok, vagy a nagyobb lányok, vagy az édesanyja, azért mennyire Robi rajongónak kell ahhoz lenned, hogy bevállald még a gitárost is? Nem? Hát lehet, hogy a gitárosért rajong alapból. De Robi nem is érdekli. Szerintem abban a pillanatban azért tényleg, amikor észreveszed, hogy ott bármi lehet, akkor elfelejted, hogy otthon van a három gyerek, és hogy csirkefarhátért uglottál a CBA-ba. Igen. Szóval ahhoz egyébként tényleg nagyon elszánnak kell lenni, nem? Hogy azt gondolt, hogy odaérsz valaki közelébe. Robi, amikor itt volt 8 évvel ezelőtt, akkor lement talán a saját lábán! Képzel! Jézus! Atya úristen! Nem, lement a bárba, Marriottnak a bárjába, nem tudom, és egy 2 órát, éjféltől 2-ig zongorázott. És voltak, akik megvárták, mert szerették volna, ha esetleg csak lejön inni valamit a bárba. Elsősorban a zongorista, aki... Végre levált valaki. Aki a zongora volt, és akit egyébként ezért fizetnek, és picit félt, hogy aznap nem. Nem tudom. Jó, biztos, hogy jó élet ez, nem? Hát ez óriási. De egy idő után azért baromi elszigetelt is szerintem. Tehát amennyire, hogy ez csak egy ilyen magyarázat arra, hogy az ember megmagyarázza magának, hogy miért rossz. Oda. Szóval, hogy világhírű vagy, de hogy elvesznek tőled valami olyan szabadságjogot, ami azért úgy nagyon korlátoz téged. Tehát lesötétített autó, nem tudsz bemenni, hoznak, visznek, elszigetelt vagy. Oké, ott vagy a Four Seasons-nek a elnöki lakosztályban. Jó, ez meddig? 3 elnöki lakosztály után egyébként. Igen. Persze, dollármilliómos vagy, jól élsz, villád van, de ugyanakkor egyébként egy csomó hétköznapi dolog tűnik el úgy az életedből, ami azért szerintem kevésbé szórakoztat. Hát valaki nem tudja elviselni az ilyen szintű sikert, mint az AD Studio, Chris Rudy. Igen. Ide valaki Rokko. Rokkonak szörnyű legyenek. De nem, tehát Brad mondta azt például, hogy a legszabadabbnak akkor érzi magát, amikor el tud menni Los Angelesbe motorozni. Egy bukós is akkor rajta. Senki és akkor kicsit fel úgy érzi magát, mint régen, mert hogy már nem tud eljárni moziba, nem tud beülni, megenni egy hamburgert, nem tud elmenni sehova. És nyilván az egész világ ismer, és világhírű vagy, de amikor ott ülsz egyedül a szállodában, mondjuk 2 film bemutató között, és még csajozni se tudsz, mert azonnal megírják, vagy lehet, hogy akar a családjában, mit tudom én, és egyébként ülsz 3 órát a szállodában egyedül, akkor azért az sovány igaz, hogy világhírű vagy, és mindenki szeret és imád. Nem? Ott vagy egy városban, amiben semmit nem látsz. Ami egy nem, meg az semmit nem lehet, nem tudsz elmenni egy és mozgó, megjön a feleséged 2 új gyerekkel UNICEF-es kitűzőkben. Ő kicsoda, ő Zimbabwe-ből. Tegnap még nem hatam volt. Igen, a Tanganyika tó mellett szereztünk meg. Igen. Brad, ez az imidzsünk. Ebből élünk. Ezért szeretnek minket az emberek. Hát ők cukik. Nem azért, mert a bátyámmal kavartam. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Ugye kerestünk olyanokat, akik valamilyen úton-módon már közvetlen környezetbe, vagy közvetlen közelbe kerültek világsztárhoz. Miről beszéltetek? Mit mondtatok neki? Tette valaki valakinek ajánlatot? Meddig jutottatok? Is lehet írni? 6 évvel ezelőtt tényleg az őszhajú gitáros kit vitt el, keressük. Jó? Tehát írjátok meg, hogy találkozzatok-e Robival. Azt mondja, hogy
Andy Vajna behívott a kulisszák mögé. Hűt fej, igen, és megcsináltam szotyolával. Igen. London Holiday Inn Hotel Hilton kisasszony jött ki hajnalban, teljesen fáradtan hullán beszélgettünk, majd két italt fogyasztottunk, egy puszi a végén volt, ez Csabi írta nekünk. De jó. Ő a Hilton kisasszony, a Paris Hilton? Így van, az Ostobenko. Ostobenko. Oda-oda érnél azért ostoba, de azért nem egy rossz csak. Igen, szaszorú benne volt. Minden kedvence szájba lövi magát előbb-utóbb, mert nem bírják a nyomást. Jani, Szalmahelyek mellett a tusulóban előtt megtaposnád az alsód a vízben? Kérdezi. Hogy mielőtt ott zuhanyzó Szalmahelyekkel azért a farmergatyádat bedobnád, és kicsit áttaposnád ott valahol? Ott. Nem, már lent szerintem az aulában lévő férfi vécében kidobnám az alcsomat, mert szerintem már akkor már több helyen pecsétes le. Roger Federerrel találkoztam, az volt a problémája, hogy nem tudott hol parkolni a kocsiával. Ezt Levi. Ők is emberek. Levi küldte nekünk. Azt mondja, hogy engem egyszer az idegenek Pataki Attilával elvittek az űrhajóra. Ne ilyeneket, tényleg. De ilyeneket azért én írjátok, hogy most igaz, hogy Freddy megtolt egy magyar ródot. De most ami leged a számba megy, azt ne, csak tényleg, tehát szemtanúk várunk, bizonyítékkal kell alátámasztani, hogy ott. Simában ne lehet a pakliban, de ne lehet a pakliban, persze, de hát ezt most nem tudjuk így ebben a formában. Jó? Tehát ki az, aki már egy szálloda hajjában valahol intim kapcsolatban? De jó. Intim kapcsolatban kell. Találkoztam Freddyvel, az arcát ugye nem láttam, de éreztem a leletét a tarkómon. Jó, várjuk az SMS-eket. 8:30 pontosan jövünk, Ákos híre jutam. 8:45 lesz pontosan. 8 perc múlva szép reggelt kívánom mindenkinek. Itt vagyunk, és nézzük gyorsan, mielőtt folytatnánk a témát, a közlekedési híreket. Trafi van a 47-esen Békés Csaba felé, Mezőberény előtt. Üdv Huron. 8-as számú főütkor ment belterületén a Selkútnál, Mercedes trafi. Keri az 5-ös golfos küldte nekünk, aztán az M1-esen Győr felé két kocsi koccant, de négyen vannak a leállóban, mert nincs 2-4 nélkül. Az egyikből folyik a pufillekvár. Jézus Isten. Laci küldte nekünk. Az M3-os bevezető Pest felé katasztrófa, teljesen beállt. Üdv Harpó. Ó, Harpó. Ah, bocsánat. Harpó sötét titka. Bizony. Harpó sötét titka. Soha nem akarjuk megtudni. Igen, ezt megbeszéltük ugye múlt héten a mesék. Mi lehet Harpó sötét titka? Dulakeszi felől a régi kettesen a főváros felé haladó Bécs BMW-nek üzent valaki, de ezt már beolvastam. Komár után M1-es Budapest felé baleset, ami a torlódás van, és M3-as 262-es kilométernél Vásáron-Namény felé drága fotó készül, Torini küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig így arról beszélgettünk, hogy mit vállal be az ember, hogy kedvence közelébe kerüljön. Nagyon sok világsztár megfordul Magyarországon, de nem csak itt, akár külföldön is. Hallgatóinkat kérdeztük, hogy futottak-e már össze úgy világsztárral, hogy valamit esetleg bevállaltak, kettesben maradtak, vagy történt valami. Hát kevesen vannak ilyenek. Van egy-kettő, nem tudom, hogy igaz-e vagy nem. Kicsit kamuszagú? Nem, hát a Lovász fiú Stallerionával meg, tehát van. Az nem az, az tényleg. Az eleve nem működhet. Ő legfeljebb összehozhatta. Igen. Valakivel. Az Rammstein koncert előtt az aréna mögött telefonált Till Lindemann. Ő a Rammsteinnek. A Rammstein énekese. Az énekese? Nem tudom. Épp arra sétáltam, megfordult, majd a cipőmet csulázta terébe. Sajnos nem találta el, azóta vitrínben lenne. Ezt Csabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egyszer Pákóval találkoztam, szupcsi volt. Írja nekünk egy hallgató, nem tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi. Külföldi híresztár. Igen. Anyám gazdag húslevesével összejött Zimájlin. Igen, de hát komoly SMS-ek igazából nincsenek. Nekem egyszer Robival kellett összebújnom, hogy odajussak a fehér gitároshoz. Eljussak a fehér hajú gitároshoz, igen. Vadó Janival poharaztam egy árvízzel elárasztott falu jótékonysági árverésén. Évekig meséltem büszkén, majd megtudtam, hogy állítólag nem iszik alkoholt. Ezt VB küldenek. Iszol alkohol, csak keveset, nem? Vagy nem iszol? Nem iszol, akkor baj van. Az emlékezetes, tehát biztos, hogy emlékezné rá. Igen.
kitelepüléseink legszebb pillanatai, amikor este egy pohár valamit megiszik a Jani. Hmm. A legszebbek. És még egy nagyon SMS. Bátyám lefeküdt Baukó Évá. Na! De lehet, hogy a bátyja, várja, lehet, hogy a bátyja egy világsztár. Igen. Igen, írt Robi öccse. Igen, hogy a bátyám lefeküdt Baukó Évával. Na jó, oké, hát ezt lezártuk. Jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Úgy látszik, hogy nincs magyar grouping, aki világsztár közelébe került, nincs egy magyar lány. Vele. Mert ha igazi grupi, akkor ő igazából gyűjtöget egy ilyen kis dicsőséglistát. Ha megélhetési grupi, tehát ebből ő pénzt keres, akkor meg nem beszél, ugye? Mert hogy ez titoktartás lenne, vagy titoktartás megsértése, és nem lenne új kuncsaft. Meg erről a témáról már beszéltünk az előbb. Lányom Londonban Phil Collins-szal nagyon közvetlen kedves volt. Ráállt a közös fényképezkedés, és semmi alvire nem volt. Beszélgettek. Hm. Ez jó, ez az kedves, jó. Az aranyos. Hát, ő nem az az igazi rockstar azért, nem? Nem. Nem. Valaki, hát jó, Vin Diesel is kopasz, tehát hogy kopasz férfiakban is van azért. Szerintem kakó, de Phil Collins, hát ízlések is. Ahogy letépi magáról az inget a koncert után, megvan a kép, nincs, nem? És akkor elmegy a félház. Miért olyan? Hát ő nem egy férfi szépség alapján. Nem, de jó zene. Jó, mondjuk, nem is tudom, hogy melyik talán klip vagy koncertfelvételre láttam először, amikor ugye széttépte Michael Jackson az inget magán, és akkor felhördült az egész stadion. Na, ott például én nem tudtam eldönteni, hogy miért hördült fel. Miért? Hát ő a legnagyobb volt. Hát ott már nem azt nézed, hogy milyen a teste, vagy most mennyit nyom fekve, hanem egyszerűen azt, hogy ott látod félmeztelenül Michael Jackson. Hát, valószínűleg a fekvegyomorúd is rajta maradt szegény kiben. Tehát ő nem volt azért egy nagyon agyongyúrt, de hát nem is ezért szerettük. Nem tudta kiemelni a rudat. Jó, viszont te meg nem tudsz úgy táncolni. Az igaz. Nem tudok úgy zenét írni, szöveget írni, táncolni, énekelni. Igen. Na játszunk egyet. És a gyerekekkel bánni. Azt sose tudjuk meg, szegény. Hogy ő csinált valamit, vagy ez csak a nagy körítés volt, és soha nem nyúlt senki. Ezek már nem derülnek ki. Nem mindkettő előfordulhat. Hát ott ugye fölmerült, amikor az első ilyen így kipattant, hogy ott anyukáik kezdték el nyomni a gyereket, akik egyszer elmentek a Neverlandi birtokra, és azt mondták, hogy hát, hogy ki lehet belőle lóvét hozni. Még egyszer volt egy lebukás is ebből. Jó, mondjuk az semmilyen szinte nem természetes, hogy 8 éves gyerekekkel alszol 35-40 évesként. Szóval, hogy azért ebben kell, hogy legyen valami beteges. Még ha nem is nyúlsz hozzájuk, nem 6 évesekkel alszol. Nem? Uh-huh. Tehát a Macaulay Culkin tényleg 8 éves volt, mikor már egy lógtak a Jack Owens. De ne felejtsd el, hogy ilyen alapon az összes eszkimót elő lehetne venni. Mert? Tehát az egész család az igluban alszik együtt. Na jó, de család. De nem hívod át a szomszédizé gyereket, hogy akkor kis, nem tudom, hogy hívják az eszkimókat nagy átlagban, de hogy akkor te is aludj nálunk. Hát, igen, az mondjuk más. Azért azt tudjuk, hogy ott a feleség gyakran kerül a közösbe. Hát felajánlják. Hogy ez a vendéglátásnak a rész, illetve hát nem lehet tudni, hogy most ez... Kiszúrás vagy állás. Kiszúrás vagy állás, igen. És parancsolj itt a felesége. Igen. Összevesztem Steffi Gráffal egy parkolóért. Na, ez igaz? Na, akkor ez nagyon jó. Igen. Na, játszunk, itt van már is a játékosunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Szia, Balázs! Hello, itt a Feri meg a Jani is. Nem baj, hagyd csak. Üdvözlök mindenkit, persze. Jani a kedvencem. Jani, neked segítened kell nekem. Erzsikém, de jó kedved van. Hát, veled a köröm minden reggel konkrétan. Honnan hívsz minket? Budapestről. Mindig ilyen jó kedvű vagy? Szokták mondani, igen, de azért vagyok egy kicsit komolyabb típus is, mert főkönyvelő vagyok, úgyhogy. Hát ott nem lehet viccelni. Ott nem, ott a számok azok kicsit nagyon ott vannak, úgyhogy remélem itt is tudok valamit teljesíteni, bár a kolléganők azok biztos, hogy segíteni fognak. Hányan vagytok? Még rajtam kívül ketten vagyunk, plusz a párom most becsatlakozott a telefonba, ha jól tudom. Na, ő is ott van tényleg? Nem, mint telefon, mint úgy telefon. Úgy értem, hát telefon kapcsolatban. Így van. Nagyon izgulok. Régóta szerettél volna ajándékcsomagot? Tessék? Régóta szeretted volna ezt az ajándékcsomagot? Igen. Mit szeretnél leginkább? Minden. Morningsos. Órát. Így van. Órát, sapkát. Baseball sapkát, nyakbaakasztót. Nyakbaakasztót, minden. És akkor sok kis könyvelő van, és te vagy a főkönyvelő? Így van. Ügyes kis könyvelők vannak. Ügyes kis könyvelők. Hány céget visztek? Sok van? Sok.
sok bár van biztos, és ahogy ti is beszéltetek erről valamikor, hogy azért szűnnek meg kékek bizonyos dolgokban. Úgyhogy van egy kis visszaesés, de remélem talpra tudunk állni. Hát reméljük. Milyenek a kérdések, Jani? Menni fog. Ennyi szimpatikus, intelligens embernek menni fog. Jaj, de édes vagy. Köszönöm, akkor várom a kérdéseket. Na, nézzük, akkor így szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Milyen színnel jelölik a legkisebb számot a rulettkeréken? A rulett? Zölddel. Így van. Ah, így van. Kolléganő segített, úgyhogy ő volt ott nagyon. Hát egy könyvelőn ellene otthon a számok és a szerencsejáték világában. Szerencsejáték világában? Talán nem annyira, de meghazudtoljuk, így van. Voltál már valamikor kaszinóban? Nem, amellett lakok, ott őrültség van, de benne még sosem voltam. Egy jó hangulatú. Egyébként. Igen? Te már voltál? Voltam, igen, jó, tényleg jó hangulata van. Menjünk tovább? Persze, köszönöm szépen veled. Azt mondja, hogy itt van a második kérdés baseball sapkáért. Melyik világhírű rockzenekar készített dalt Nelson Mandela tiszteletére? Jézus. Mami, nem Nelson Mandela, csak a kérdés. Nem a Jézus készítette a dalt. Szóval van egy rockzenekar. Pillanat. És Nelson Mandela tiszteletére készítettek egy dalt. Nagyon híres rockzenekar. Nagyon híres szám. Gondolom külföldi. Hát, mondhatod egy magyar zenekart is, de... Na, mondjatok valamit! Balázs Pali is hagyott rajta, de aztán nem ő. Szöveg nem állt össze, csak azért. Igen. Lányok, segítsetek! Hát... Ez nem volt könnyű kérdés, sportba ott lettem volna, azt a mindenit. Ők a YouTube. Így van. YouTube? Az Ordinary Love, az a számnak a címe. U2. Szerintem ez annyira egyértelmű lett volna, hogy nem mertem mondani. Gondoltál a YouTube-ra és nem merted mondani tényleg? Mint zenekar, igen, gondoltam rá, csak én annyira nem ezen a vonalon vagyok, hogy én azt hiszem biztos bebénázom a kérdést, a választ. Mit hallgatsz? Mindent, de többnyire mostanság a jazzit a párommal. Jazz. Most, hogy nincs ajándékcsomag, mi a... Aha, kis ajándékcsomag innen, déltől át a jazzire, este még valamilyen musicról becsúszik, aha. Nem, kicsit klasszikusba át szoktam menni a munka után, úgyhogy... Kalandor hozományvadász, tudod. Ahol lehet ajándékcsomagot nyerni, azt a rádiót hallgatja. Cserélgeted is őket? Eladod a vateránt? Na, nem vaterázom. Mi megy a jazzin? Mit hallgatsz? Jó a műsorvezető? Mondom, a klasszikus zene is, úgyhogy minden, bármi. Ja, bármi. Jól van. Bocelli novemberben, úgyhogy remélem a párom meg is hív rá, és megbeszéljük. Egy finom felhívás a párodnak, hogy jól lenne elvinni a koncertre. Hol lesz Bocelli koncert Magyarországon? Persze, itt lesz novemberben. Novemberben. Nagyon sokan szeretik. Szeretik, igen. Hát a fantasztikus hangja van. Arra várom, hogy azzal lapjam meg. Na, ez egy finom üzenet a párodban. Ott van még a vonalban, hallja? Szerintem biztos. Írjon már rá valamit, mondd meg. Figyelj, zsaroljunk ki most belőle egy ígéretet. Tessék, várjuk meg, hogy erre mit válaszol. Kérd meg így adásom, hogy légy szíves, vigyél el engem, Erzsébet, napra a Bocelli koncert, ezt így mondd el neki. 4 jegyet, mert mi se voltunk még Bocelli koncert. Ja, de akkor ti hár nem megy, én a gyabülési otthon marad, ugyanígy. Lassz, rossz, én szívesen elmegyek. Jó, megpróbálom. Meg magának, jöhet ő is. Na, mit ír? Pillanat. Jani eljön kifizeti, azt mondja. Na, tessék. Majd nekünk kell, ha Jani elmegy, igen. Ha Jani elmegy, most majd nekünk elmeséled, mi nem baj, nem vagyunk ott. Aha. Hát ezt ő írta. De mit írta, hát, hogy nem megy el, csak kifizeti? Nem, neki is a Jani a kedvence, és azt mondta, hogy ha ő eljön, akkor kifizeti. Janikám, van egy Bocelli koncerted. Te akartál, az előbb még azt mondtad, hogy menjünk. Aha. Hogy hagyom, hogy kimásszál ebből most, told meg, belekeverted saját. Figyelj, akkor inkább válaszunk be valami olyasmit, ami mondjuk az én zenei érdeklődési körömbe jobban passzol, jó? Ja igen, a Balázs téged csak azért nem hív, most mondja a párom, mert hogy te úgyis tele vagy programokkal. Úgyis tele vagy programokkal. Jó, de szép. És a végén majd a Ferinek az értelmére megyünk. Ja, megvagyunk. Ott várlak benne. Egy komplet fix programunk
programot összeraktunk. Ajándékcsomag nincs, csokoltatunk mindenkit. Köszönöm szépen még egyszer azért. Köszönöm, sziasztok! Sziasztok! Hello! Hello, hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Klasszikus zene, mi? Hát persze, déltől. Aha. Már 10-től szerintem. Klasszikus zene, szépen szólás, igen. Na jó van. Oké, 9 után jövünk vissza, felhívjuk akkor Gerendai Károlyt, hogy mesél nekünk egy kicsit. Kicsit a szerződésről, egy-két kulisszatitkot, hogy azért nagyon sok mindent ő nem szokott mindig elmondani. Nem lehet. Nagy titkok őrzője, de hát megpróbálunk, vagy meg tudunk, vagy belőle ki tudunk, vagy át tudunk, vagy nem tudom, mit akarok mondani, hogy ki tudunk belőle néhány dolgot szedni Robival kapcsolatban. Hívjuk, felkérdezzük. Jó, csak ne azt mondja, hogy már benne volt tegnap a híradóban is. Láttam az öltözőt. Nyilatkozott? Ne, a Karcsi az igen, és bemutatták a kis öltözőt, és Robi teljesen szerintem teljesen életszerűtlen a dolog, kérte egy futópadot is be, az ők is, hogy hívják el. És elő... Majd azért el tudom képzelni, hogy koncert előtt közvetlenül még fut egy órát a futópadot, tudod, még leedz, meg ilyesmi, és fel megy. Ez egy érdekes kérdés, hogy ebből mennyi az image rész, és mit használnak valójában. Nem? Hát ő valószínűleg nem utolsó pillanatban kieső a koncertet, tehát lehet, hogy ő reggel kimegy, és akkor azt mondja, hogy délben fut egy órát. A légkondis izében, kis öltözőben pihen egyet, és utána meg nem. Nincs realitás az, hogy déltől kimenne egy klimatizált Four Seasonből, minek mennek idélre? Hát hangbeállás van, azért ott az meg kell csinálni egy csomó dolgot. Igen. Én szerintem nélkül állom. Egy-kettő. Na, megyek futni. One, two, three, one, two, three, check, one, check, two, two, three. Nem tudom elképzelni. Megkérdezzük mindjárt ezeket, úgyhogy jövünk vissza nem sokára. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Egy ritkábban játszott Robbie Williams dal után, amit szintén nagyon szeretünk, és hát ha már ennyit beszéltünk róla, akkor egy jó kis Robbie dal. Ez is a régi klasszikus Robbie dalok közül való. Én ezt a korszakát szeretem, hát reméljük. Hát még ez most, ez a lehetőségünk, persze, így van. Ez egy jó turné, úgyhogy... Meg ezzel is tudsz leginkább azonosulni, hiszen neked is otthon Charlie a majom. Így van, illetve így egy hallgatod, dökölj meg a majmoddal együtt. Igen, nem egy rajongó. Nem egy rajongó típus, nekem is ott volt, igen, Charlie a majom. Na, nézzük, mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy M3-as autópályán Budapest irányában a Bagi csomóponttól Gödöllőig az útfelújítások miatt katasztrófa a közlekedés. Kaptuk SMS-ben. Aztán baleset miatt útlezárás van Veszprémben a körgyűrűn. A csatár elágazótól nem meszte, ezt Jodzilla írta nekünk. Besenyőtelken a 33-as úton van egy trafi, Tomi küldte, valamint a 25-ös úton Eger és Kerecsend között mérnek, ezt Huszi üzente. Hú, azt nézem, van-e még valami? Budapest, hidak, bármi. Besenyőtelken 33-as úton trafi, mondtam. Komárom után M1-esen Budapest felé torlódás van, Laci küldte nekünk, és Balaton, Mária fürdő, dugó és stresszmentes. Köszönjük szépen. Na. Ugye azt mondtuk, hogy beszélünk Gerendai Károllyal. Bizony. Hogy egy kicsit megtudjunk néhány kulisszatitkot Robiról, hogy mégis mit kért, mikor állapodtak meg vele, hogy zajlik egy ilyen megállapodás, mennyi ideje gyúrják már, mert azt tudom, hogy régóta vadászott rá a sziget, hogy elhozza, milyen kívánságai vannak ezen kívánságokból, mennyi az, ami valójában az ő, hát nem is tudom, kényelmét szolgálja, és mennyit kell egy világsztárnak rátenni, hogy kicsit azért olyan valóban világsztárosabb legyen, lásd, még nem tudom, csak fehér orchidea legyen az öltözőben, négy embermagasságú tükör, egy fekete antik szekrény. Most M&M szétválogatva. És emlékeztek rá? Ja, és tényleg M&M cukorkák szétválogatva. Csak tehát, hogy nagyon nagy. Tudod. Hogy azért az, hogy? Érted? Csak pirosat eszem. A sárgára allergiás vagyok. Jó, persze. Raffaello gólyok, de ne legyen bennük mandula. Anyád. Igen, tehát, hogy mit kérnek a világsztárok, mivel találkozott már, és hogy egyáltalán Robi mit kért. Egyébként róla szóró hírekben azért azt olvassa az ember, hogy egészen visszafogott volt. Tehát azért
Azt gondolom az ember, hogy nagyobbat is kérhetett volna. Bár ez egy egészen friss hír, állítok, helikopterrel akart megérkezni. Én azért ezt kedvelem. Én bírom a kicsit valakien. Helikopterrel akart megérkezni a szigetre. Csak lebeszélték róla. De mi, hogy jobb lenne, ha a BKK hajójába jön. Az jó móka lett volna. A Lánchídtól indul, az igen. Csak négy helyen áll meg, mire kiér a szigetre, kedves Robi. Nem, álltak helikopterrel akart meg lehet volna oldani, csak nyilván nem értett volna. Most csak kimentek autóval Budaörsre, ott felszálltok, és visszajöttök, jó? Akkor letesznek téged, és akkor vissza, érted? Ez nála beidegződés, mert a nagyon híres Knebworthy koncertet is így kezdték, hogy egy nagy helikopter hozta az egész zenekart, és akkor utána azt kezdődik, hogy belógatják fejjel lefelé a csávót. Igen. Az zseniális. Ez háromszor egymás után, az egy legendás koncert, hogy ott van 375 ezer ember a három nap alatt. Tehát és ott volt egy olyan nyilatkozata, hogy nagyon-nagyon szeretem az Oasis-t, tényleg a Gallagher fivérek nagyon-nagyon jók, és mekkora öröm számomra, hogy ők kettő ilyen Knebworthy bulit megcsináltak. Én hármat tudok, kezdhetünk. Igen, hát ez kell, ezért kedveljük. És ő volt, biztos, hogy ő volt, akit lelógattak? A helikopterrel, nem Pia Gábor? Nem, a helikopterrel rógatták őt, helikopterrel szállt le, és ugye úgy indult a koncert, hogy belógatták Robit, de akkor már a magán a színpad fölött, ugye úgy érkezett meg fejjel lefelé. Felkentett cuccban, fehér nyakkendőben. Brutál, jó. Brutál buli lett. Tehát, na, itt van velünk Gerendai Károly, jó reggelt kívánunk, hello! Hello! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggel! Jó reggelt! Ez a szakasz, amiben most vagytok, ez már neked inkább gondolom, már itt megy minden magától sem, mint maga az őrület és a káosz, nem? Így, amikor már így indul minden. Hát, jó esetben igen. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha ilyenkor is sok dolgom van, akkor valami nem stimmel, mert hogy megszervezni előre kell egy rendezvényt, és nem itt a helyszínen. Az egy másik kérdés, hogy a lebonyolítás kapcsán is azért adódhat sok olyan apró, vagy akár nagyobb probléma, ami miatt a szervezőknek még ilyenkor közbe kell avatkozni, de jó esetben ilyenkor kevés dolgunk van, és akkor rendben vennek a dolgok. De ilyenkor azzal már nem hívnak fel, hogy Karcsi, a kukászsákok nem érkeztek meg, ami, vagy mit tét. Tehát ez azért nem te vagy, nyugtass meg. Azok is megérkeztek, de egyébként persze ilyenkor a telefonja az embernek a leginkább azért csörök, hogy hát még az utolsó pillanatban itt sok ismerős előkerül, hogy hát már milyen rég beszéltünk. És igen, igen, hol szolgál a kedves egészséged, illetve van-e két VIP jegyed a mai Robi jegyre? Tavaly, amikor mondtam, hogy rohagy meg, azt nyilván nem gondoltam folyamolyan, és ugye nem vetted komolyan te se. Na, kezdjük a legfontosabbal, Karcsi. Hány mobil WC van a szigeten? A szokásos kérdés. Nem számoltam le, de egyébként, jól emlékszem, akkor ilyen 1200 körül, vagy 1700, azt hiszem, a mobil WC-k száma, de most ez azért mindegy, mert egyébként meg még ezen fölül is van még egy csomó nem mobil WC, képzeljétek, és a mobil WC-k is blokkokban vannak letéve. És milyen izgalmasat is blokkosított mobil WC-t. Na, beszéljünk egy... Csak annyi van, hogy így lehet őket jobban tisztán tartani, meg ott van ilyen üzemeltető személyzet, aki még ad hozzá WC papírt is, meg minden. Még papír is van. Egészen megnyugtató. Beszéljünk egy kicsit Robiról, az igaz? Ez egy friss hír, hogy tényleg helikopterrel akart menni a koncertre, a ma esti koncertre? Nem, ez nem pont így igaz. Arról van szó, hogy ugye tegnap volt egy hangpróba, vagy úgynevezett hangbeállás, és az merült föl benne, hogy akkor ő kijönne megnézni a hangbeállást, és hogy ez lehet-e helikopterrel. Aztán mondtuk, hogy hát ez elég bonyolult, mert hogy egyrészt a szigeten magán ugye itt nem nagyon lehet csak úgy beszállni, másrészt meg onnan, ahol lakik, onnan meg felszállni nem lehet, úgyhogy ezzel csak időt és mindenfélét veszítene, hogyha most helikopterezni akarna, úgyhogy végül is sikerült lebeszélni. Magáról a koncertről eleve nem volt szó, hogy a koncertre helikopterrel érkezzen, csak ez jutott eszébe, hogy hát akkor, ha már úgyis előző nap is ki kéne nézni, akkor mi lenne, hogyha ő helikopterrel. És kiment végül? Tehát lebeszéltétek a helikopterről, de végül kint volt? Erre föl ki se jött egy. Hát én már mondjuk autóval én sem mennék. Vagy helikopterrel, vagy sehogy. Ha egyébként föl lehetne szállni a szállodánál, és a szigetnél le lehetne szállni, és ő kér egy ilyet, akkor azt neked kell biztosítani? Hát nem személyesen nekem. Már a szigetnek? Hát, hogy szerződés szerint, ha az utolsó pillanatban kér egy ilyet, akkor azt mi nem vagyunk kötelesek természetesen biztosítani, hiszen nekünk azt kell, amit előre közölnek velünk. Ez egy másik kérdés, hogy ha azt szeretnénk, hogy aztán másnap jó buli legyen, jó kedve legyen, ne duzzogva jöjjön, és ne
úgy gondolja, hogy hát ez akkor csak egy ilyen tucat buli, ahol akkor most nem biztos, hogy annyira oda kell tennem magam, akkor érdemes a kedvébe járni a sztároknak. Régóta vadásztatok rám? Azt olvas az ember, hogy a 3-4 éve megy a kergetés, alkudozás, menedzserrel beszélgetés, hát ez nem most jött ötlet volt, nem egy hirtelen dolog volt. Valóban az évről évre nekifutottunk ennek a kérdésnek, de mi eddig évről évre nagyjából egy ilyen udvarias hangú elutasító levélre rögtön le is pattantunk, aminek az volt a lényege, hogy hát a művész nem vállal fesztivál fellépéseket. Ugyanis azt tudni kell, hogy ő tényleg hosszú éveken keresztül alapvetően csak olyan önálló nagy turnékban, főleg stadion turnékban gondolkodott, ahol tényleg minden róla szól. A komplett színpadot neki építették, olyan látvánnyal, olyan showval, amit ő szeretne. Egy fesztiválon azért ezt nem lehet 100%-osan így megcsinálni, hiszen itt nekünk ugye egy egész héten keresztül kell előadókat felléptetni azon a színpadon, így aztán vannak olyan előadók, tényleg, tehát, tudom én, egy-kettő, nem mondom, hogy sokan, de hát a U2-tól a Madonnán át a Robig, akik így nem különösebben jártak fesztiválokra. Aztán tavaly valamiért bevállalt egy fellépést egy fesztiválon, ezen a Rock in Rio nevű rendezvényen, és úgy tűnik, hogy bejött neki. Tehát, hogy mi is meglepődtünk, de amikor most újra nekifutottunk ennek a kérdésnek, akkor most az volt a válasz, hogy igen, most gondolkodnak azon, hogy néhány fesztivál fellépést elvállalt, tegyünk ajánlatot. És akkor onnantól megtettük az ajánlatunkat, és szerencsére bevállalt. Ja, neked kell pénzt ajánlani? Nem úgy van, hogy ennyibe kerülök, kifizeted, jövök? Hát ez ennél sajnos már izgalmasabban működik. Az ideális persze az lenne, az ember tudná, hogy akkor ennyibe kerül megadod, vagy nem, de hát ugye az utóbbi időben annyi fesztivál lett a világban, és a zenekarok menedzserei meg nem feltétlenül helytették őket a fejükre, ezért azt csinálják, hogy azt mondják, hogy jó, akkor tedd meg az ajánlatodat, és aztán utána azzal, hát most nem akarok csúnya szavakat mondani, de mondjuk így regresszíroztatnak hetekig, hónapokig, hogy na hát az a helyzet, hogy a másik többet ajánlott, úgyhogy ha érdekel téged ez a... Ilyen szinten is így megy, azt gondolná az ember, hogy kaptuk egy árat, 1 millió, 2 millió euró, mit tudom én, tök mindegy, itt van, fizeted, jövünk. Tehát megy az alkudozás még ezen a szinten is, hogy rátok ajánlott, nem tudom, egy horvátországi fesztivál, vagy valahol, mert ha viszont akartok még többet ajánlani, küldjetek el, lehet, hogy meggondoljuk magunkat. Tehát ez elég fura, hogy ez így zajlik. Hát igen, de ezzel a másik oldal elérték azt, hogy tényleg olyan szinten mennek föl a fellépti díjak évről évre, hogy lassan belerokkannak a fesztiválok, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire tartható hosszú távon ez a helyzet, de nagyon ügyesen csinálják az ő szempontjukból, fesztiválok szempontjából azért ez nem annyira szerethető ez a helyzet. Na, és kinek voltak durvább kikötései? Robinak vagy Gangsta Zolinak? Kikér durvábbat? Mesélj, hogy Robi mit kérne. Például a futópadon röhögtünk, hogy mennyire reális az, hogy fél tízkor színpadon van, és előtte 8-tól fél 9-ig mondjuk lefut 10 kilométer. Tehát nagyon nagy igényei nem voltak, ha jól hallottuk, nem? Mondjuk a futópadon kívül. Nem, igazából vannak itt mindenféle legendák, hogy a sztárok hú, milyen extrákat szoktak kérni, és aztán azok mennyire teljesíthetetlen kérések. Azért mi ilyennel tényleg nagyon ritkán találkozunk, hogy valaki nagyon hát is. A Robinál egy kicsit tartottunk tőle, mégiscsak egy elég nagy művészről van, szóval egy népszerű sztárról azért előfordulhat, hogy vannak ilyen úgynevezett sztáralűrjei, és ezek közé tartozhat az, hogy milyen extrákat kér. Ahhoz képest kellemes meglepetés volt, hogy nem volt igazán semmi nagyon olyan, amire azt mondanám, hogy tényleg talán a futópad volt a legextrább. De az öltözőnél még, tehát míg mondjuk, mit tudom, amikor a Prince itt volt, akkor ők azt is előírták, hogy milyen színű, milyen márkájú bútorokat kérnek, fotókat küldtek előre az öltözőről, hogy kell kinézzen, és nem tudom, ahhoz képest például a Robbie Ryderében annyi szerepelt, hogy ők egy kényelmes, jó minőségű öltözőt kérnek, amiben legyünk kreatívak, és próbáljuk meg őt kreatívan meglepni, hogy milyen jó öltözőt biztosítunk. Most nem mondom, hogy erre aztán marha kreatívak voltunk, mert igazából... Ez egy ilyen konténer öltözőből azért olyan nagy csodát nem lehet csinálni, azért, nem? Azért a sziget közepén ilyen konténerekből azért nagy csodákat nehéz csinálni, de gondolom, hogy egy kellően kényelmes és tényleg mondjuk egy ilyen 5 csillagos szállodai szobának megfelelő színvonalú öltözőt kialakítottunk. Ilyenkor ti egyébként beszéltek a menedzserrel, hogy mikor várható, vagy ez hogy vagy, ki megy megjelenik koncert előtt 10 perccel, nyilván mindenki más, én ezt értem, vagy a menedzser mondja, gyere,
gyerekek hatra kijön, itt lesz, kicsit itt van, kajál, kér egy vacsit, vagy ahogy esik, úgy puffan, nem mond semmit a menedzser, aztán egyszer csak kapjátok a telefont, hogy mondjuk elindult a szállodából. Hát most ez az a helyzet, hogy ugye azt mi nem mondhatjuk meg, hogy pontosan mikor mit csinál, de azért általában a sztárok úgy működnek, hogy van egy úgynevezett babysitterük, aki gyakorlatilag onnantól, hogy megérkeznek, fogadja őket a reptéren, elviszi a szállásra, elviszi őket enni, ha valamilyen egyéb kívánságuk van, városnézés, bármi, akkor azt segít nekik, és ez a babysitter az, aki folyamatosan azért van, hogy hát végül is ő mindent megkapjon, amit szeretne. De a szittert ő hozza, vagy azt ti adjátok? Azt mi mindig adunk valakit a minden fellépő mellé. Most valaki személyesen is kapcsolatba kerül a sztárra, valaki mondjuk csak a turné menedzserig jut el, mert a sztár azt mondja, hogy ő neki nincs szüksége arra, hogy őt mit, milyen szempontból dédelgessék, ő el van magában. A Robi is ez a második eset, hogy hát úgy tűnt, hogy egyébként megkapta a babysitterét, de elakadt a babysitter abban már a reptéren, hogy akkor mondták neki, hogy tök jó, hogy itt vagy, mutasd az utat, hogy hova kell menni, de egyébként nem kell senkivel beülnöd, nem kell senkivel beszélgetned, nem kell senkivel. Szóval egy picit ilyen távolságtartó. Illetve mégis valami kellene négy nagykorú monori szűz, ha esetleg eltűnhet. Igen. Igen, és szeretné egy közös fotót a főpolgármesterrel. És azt kéri, hogy végre mosolyogjon. Igen. Figyelj, azt tudjuk, hogy mondjuk ő vagy egy sztár sokszor mit kér, de arról keveset beszélünk, hogy ti mit kérhettek. Hogy például, hogy a koncert előtt fél órával azért szeretnétek, hogy ott legyen. Vagy mik a biztosítékok? Nyilván nem mondja le, meg nem ilyeneket, csak hogy ti kérhettek valamit, vagy nektek van valami, amihez ragaszkodtok, és beleírjátok? Hát amihez mi ragaszkodunk, az nyilván mindig maga a koncert, hát persze, ezzel kapcsolódó. Remélhetőleg ilyen feltőleg legyen olyan dolgok, hogy például próbálunk olyanokhoz is ragaszkodni, hogy aki csak lehet, az mondjuk vállaljon ezen túlmenően interjúkat, vagy akár adjon sajtótájékoztatót. Erről például sajnos hallani se akartak, úgyhogy ebben nem mondom, hogy sikerrel jártunk ebben a próbálkozásban. Mit tudom én, a feleséget kedvenc számmal rák DJ, és beleírod a szerződésbe, hogy igen, mindenképpen szeretnéd, ha eljátszanád. És egy dedikált tigrises alsógatyát is szeretnéd. Akkor ugye azért elég sok fellépőnél azt is próbáljuk elérni, hogy livestream adást adhassunk a koncertről, hogy azok, akik esetleg nem tudnak kijönni a rendezvényre, azok is online legalább nyomon követhessék. Ez megint mondjuk a fele előadónál sikerül elérni, a másik felénél nem. Itt is persze minél nagyobb egy sztár, annál kisebb az esély, mert annál inkább ő már abban gondolkodik, hogy ő csak jogdíjakért, vagy csak olyan módon, hogy akár külön eladja a felvétel jogát, akar csak ilyesmihez hozzájárulni, amit ugye így külön mi nem tudunk egyenként mindenkitől a felléti díjon fölül megvásárolni, mert az még nem kevés pénz, hogyha ez pénzért akarják adni, és ebből külön üzletet remélnek. De egyébként ami nyilván fontos, és amit úgy komolyan kell venni, az az, hogy a koncerthez ők megfelelő állapotban is legyenek, mert azért volt már arra is példa, hogy mondjuk föllépett valaki úgy, hogy a mikrofonba kapaszkodott. Nevet akarunk. Ki volt ő? Hát többen is voltak mondjuk az elmúlt most már 22 évben, de mondjuk talán aki így a legdurvább volt, akiről mondjuk előre azért mindenki sejtette, hogy nem lesz egyszerű, az a Shane McGowan nevű pasi. Ja, hát jó, de ez image. Igen, tehát azt hiszem, nála ezt nem is lehetett rá egy szinten túl haragudni, és tényleg ez volt az hihetetlen, hogy konkrétan így a színpadon úgy kellett a lépcsőn két embernek fölvinni, zseni, meg levinni őt, már, hogy egyébként nem tudott már fölmenni a színpadra, de ahhoz képest egész jó bulit adott. És nála meghatároztatok, hogy hány fog legyen a szájában, amikor fölmegy a színpadra? Már nála változó. Mert nála nagyon változó ez a szegmens is. Hát így ilyesmét nehéz lenne előre hogy meghatározni, de mondjuk egy Robinál még azt se tudjuk igazán ilyenkor tényleg megmondani neki, hogy legyél itt legalább a koncert előtt 3 órával, itt azt tudjuk mondani, hogy természetesen ekkor kezdődik a koncert, ahhoz, hogy az akkor meg tudjon történni, ahhoz nyilván legyen itt időben. Persze azt biztosítanunk, hogy egyáltalán ide tudja jutni időben, mert hogy azért azt ilyenkor meg kell adni neki, hogy tehát van egy sofőr, aki ugye ilyenkor szállítja őt, de
azért érdekes, mert ő tényleg nagyon-nagyon távol. Tehát a saját csapatával szemben is úgy tűnik, hogy elég távol. Mert mondom, a csapata az tegnap kim volt, ma is jönnek jóval előbb, sokkal közreműködőbbek, és amikor így mondtuk, hogy jó, és akkor a művésszel mi újság, akkor mikor meg, hogy akkor arra, hogy vonogatták a válogat, hogy a koncertre itt lesz. Tehát nem tudja. Érdekes, pont egy ilyen más típusú Palina gondolná az ember, Robit, nem? Hogy egy kicsit ilyen közvetlenebb, bandázik, lazább. Hát nyilván egy idő után sok nyűg, vadideg emberre mindenki jó pofáskodni. Persze. Még ők hogyan vannak egymással, mi csak ugye azt tapasztaljuk, ami konkrétan mondjuk tegnap a beállás kapcsán volt. De abból gondolom, hogy nem kizárt, hogy azért őnek így vannak ilyen veszélyei, mert önmagában a beálláson neki nincs miért részt venni, mégis fölmerült benne egyáltalán az, hogy akkor kijön helikopterrel. Tehát azért az is lehet, hogy kifejezetten azért gondolta, hogy kijön, hogy egy kicsit így haverkodjon a többiekkel, nem tudom. Tehát, Na most ugye nagyságrendekről beszélsz mindig, konkrétumokról nyilván nem, de hát azért az embert ez érdekli, hogy ez nagyságrendileg mondjuk egy ilyen Robi az mennyibe kerül? Hát nagyságrendileg azt el tudom mondani, hogy több százmillió forint, de ennél sajnos többet nem igazán, mert hogy ebben hát elég szigorúak a szerződések, ránk nézve, hogy ezt nem mondhatjuk el. De 100 és 500 között, vagy 500 és 1000 között? Na. Hát az első fele. Na, hány kilométer autópálya tudna belőle építeni? Hát az attól függ, hogy milyen a Mészáros és Mészár. Átkonvertáljuk, mondj egy számot. Karcsi, benned imádom, hogy ezeket úgy csinálsz, mint nem is halál. Én néma csönd a vonalmáskor, ez semmi. Csak hogy várja a következő kérdést. Igen. Nagyon szeretünk veled interjút csinálni. Szóval... egyébként azok után, hogy most ugye tegnap valamikor ilyen fél ötkor, vagy már ma hajnalban fél ötkor sikerült lefeküdnem, ezek után eleve olyan örömmel gondoltam erre, hogy majd hívtok, hogy már de eleve mosolyra húzódott a számban. De most mondd meg a szokványos kérdés után egy kicsit nem felüdülés velünk beszélgetni. Nagyjából mindenki ugyanazt a 23 dolgot kérdezi meg. Hát az ember igazatok van. Igen, na. És ha már itt tartunk, a pizsamád is kockás. Karcsi, mondd nekem, az elmúlt 20 évhez képest változik-e az idei szigetszetted? Vagy ugyanazt az általunk nagyon közkedvelt, immár a 20 éve, hát egyfajta védjegyé vált kockás flanelinget veszed-e föl újra a következő? Van csíkos is, meg egy kevés az utóbbi időben, különben. Mivel mosod, hogy ez 22 éve ilyen jó állapotban van? Tényleg ennyire bejött az Alice in Chains? Na jól van, köszönjük szépen, jó munkát nektek. Vigyázz magadra. Ciao. Köszönjük szépen, Gerendai Károlynak, köszönjük, ciao. Mi született Gegman apas. Tényleg nagyon bírja ezt. A mosoly nélkül végig ugyanazzal az arccal. Nem, kedveljük. Igen. Hát az ő kockás inge tényleg immáron védjen. Tehát egyszer láttam egy fekete rövidújú pólóban, nem tudom, Karcsi, mi van? Nem ismernéd meg. Nem. Ez a csávó. Az ő gardróbjából egy egész grunge nemzedéket fel lehetne öltöztetni. Fél tízan pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Megbeszéltük kora reggel azt, hogy milyen fura a szuveníreket lát az ember, ha elmegy nyaralni, mert hogy a hétvégét sikerült ez egyébként tényleg fantasztikus Balatonon tölteni, és hát Lellén vagy Szárszon sétálgattunk, amikor is egészen megmagyarázhatatlan módon kicsi apró Hitler figurákat vettünk észre, és az a vasmacskával ellátott hőmérő és az ugró kis hableány üveggömbben mellett egy picit furának tűnt. Pici kis 3-4 centis kis Hitler figurák. Kicsit fáj, hogy picit gondolkodva is estél, hogy most Balaton by Night-os képeslapokat vegyél otthonra, vagy pedig a náci vezérkart. Elképesztő. Egyébként valaki árulja, veszik, erre igény van, sok kicsi apró kis Hitler ott sorakozott, és hallgatóinkat kértük, írják meg nekünk, hogy milyen fura dolgokkal találkoztak már belföldön, külföldön, mi az, amit megvettek, vagy csak megnéztek, vagy éppen rácsodálkoztak. Kaptunk érdekes SMS-eket, illetve próbáltunk nyomozni, hogy volt-e már hallgatónk világszár közelében. Mert hát többek között Robi zenekaráról is ugye ódák keringtek, hogy amikor itt voltak sok-sok évvel ezelőtt, akkor a gitáros hirdette úgy magát, hogy ha akarsz találkozni Robival, akkor gyere velem, de hát hogy nem a szobában nem volt Robi. és hát kértük hallgatóinkat, írjanak nekünk, hogy kikivel, hogyan, mikor találkozott már, és milyen kapcsolatban sikerült vele kerülni. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
3:40 múlt, pontosan 3 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Csabikám, hello, jó reggelt. Sziasztok. Mi újság van, jól vagy? Hát az igazság, hogy nálunk van Robi. Lázban vagy? Te is nagy Robira jobb vagy. Azt képzeljétek el, hogy régen, amíg még voltak lemezboltok, akkor egy-egy lemez megjelenése kapcsán mindig készítettek ilyen karton papírmasé figurákat. És egyszer csak együtt szoktuk tölteni a karácsonyt mi a Garami Gáborral, és egyszer csak beállított karácsony estéjén a Garami egy ilyen papírmasé figurával, a fején egy zacsi, és azt mondta, hogy bocs, hoztam egy barátomat, ha lehet. És Robbie Williams volt, valamelyik lemezboltba lelkelt. Így különben lopta. Na és azóta ez a Robi, ez ott áll nálunk a gardróbban, a gardrób mellett vigyázza a ruháinkat. Úgyhogy gondoltam, jelzem, hogy nem a Four Seasons-ben van, ott van nálunk. Ott csücsül nálatok. Ott 10 éve. Várom nagy lehetőségre, végre kimehessen a szigetre. De milyen alázatos, milyen csendes. Igen. Nem? Volt már olyan, hogy Laura mellett ébredt, miután egy picit sörszagban mentél haza a svéd salátás pólóba? Kicsit valaki, igen. Feküdt az ágyban. Én legalább tudom érted, mindig van otthon valaki. Jó volt a hétvégén? Jó volt, képzeljétek el, ünneplés volt. Na, csak nem. Hát ilyen kerek évfordulókat ünnepeltek. Kezdem a sort a Laurával, aki tegnap, hát az ő tiszteletére hozattam itt a Robit mára. Egy nappal korábban a gyermekeink keresztanyja, a Szilvi ünnepelte ugyanezt, és ma pedig édesapám, képzeljétek el. Hát akkor Isten éltesse őket sokáig. Akkor úgy, nagy dajdai volt. Köszönjük szépen. Hát olyan nagyon nagy, nem, de volt mit ünnepel. De jó járt a Dréher, mi? Hát egy nagy kerti partizsok vagytok, nátok mindig van valami nagy esemény. Tegnap arra ébredtünk, hogy az egyik nagyon kedves barátnőnk díszíti a kerítést. Én meg mentem le, hogy akkor kitisztítom a medencét, meg locsolom. Mindenféle papírlapok a kerítésen, meg valaki ott bujkál. Gyere már le, mondom Laurának, nézd már meg, szerintem ez neked készült. És aztán ilyen nagyon szép feliratok, hogy még így öregen is nagyon szeretünk, és az egész utcát, még az úttestet is feldíszítette. Igen. Ezt ki csinálta? Az egyik barátnőnk. Tényleg? De helyes. Nemesen, igen. De cuki. Behívtuk egy kávéra az a melegben. Aztán leszedettétek vele. Igen. Leszemettel. Takaríts fel magad után. Az jó, az tökéletes. De szegény lebukott, mert jó, arra számított, hogy mi sokáig fogunk aludni, és akkor neki van ideje készülődni. Tehát pont megláttuk. Tehát igen, szerencsétlenül jött ki számára. De ez helyes. Na, hívjuk a nap hallgatóját gyorsan, aztán búcsúzunk. Mert látom, jön Junkie X, meg Alex Adair. Ó, de jó azt. Ja. Úgy irigyelek benneteket, Csabi. Olyan szépen értek. Az bizony, csak nagyon halk. Jó reggel, ciao. Jó reggel, hello. Hello, nem írtad alá. Viktor vagyok. Hello Viktor, azt írtad nekünk. Robi, annyit kér, hogy kis grófó legyen az előzenekart, mert el szeretnél esni, hogy milyen a színpadon a nézése meg a járása. Ezt írtad. Ezt írtad nekünk SMS-ben, és te lettél ezzel a napalgató. Ó, köszönöm. Hol hallgatsz minket? Szekszárdon. Ott voltunk egy pár évvel ezelőtt, de szerettük azt, hogy települős jó volt, igen. Küldjük neked az ajándékcsomagot, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Te vagy a napalgatója. Ciao, köszi. Szia. Hello. Hello, hello. Na, mondj valamit, Csabikám, remek zenék. Képzeljétek el, hogy ma játék ugyan nem lesz, tehát folytatódik a Klassznél 2015, de ma nem adunk semmiféle belépőket, viszont egy olyan dolog történik meg, ami egyedülálló, legalábbis a Klassz FM eddigi történetében. Egy világsztár érkezik hozzánk. Nem hozzám, hanem majd délután a Vágópiros műsorában a Kensington egy ilyen mini akusztikus koncertet fog adni itt a stúdióban. Azt a kutya fáj! Akik hollandok és most már visszajárnak Magyarországra, ráadásul az elmúlt napokban is koncerteztek, meg még fognak is koncertezni, ráadásul majd novemberben is jönnek, tehát valamiért nagyon-nagyon szeretik az országunkat, szerintem becsajoztak, de ezt majd a Piros ki fogja deríteni, felteszi neki a kérdéseket, és közben egy-két dalt itt el fognak játszani. Akkor azért jött be Gyula reggel vérnyomásmérővel már. De hát ő itt már színpadot ácsol közben, érted, és akkor lesz itt. Nem tudom, hogy hoznak-e például dobot, vagy csak gitározni fognak, de nagy dolog ez szerintem. Pont az előbb hallgattátok meg, vagy nyomtátok a War című dalukat, és minden mellett természetesen hozok nagyon klassz slágereket. Van a David Guettának most egy ilyen viszonylag friss, amit nagyon sok emberrel készített, ott van mellett a Nicki Minaj,
gondolom ismeritek. Hogyne. A Trinidadi amerikai rapperhölgy, van a Bebereja, aki viszont egy ilyen félig albán, szintén amerikai énekesnő, gitározik, dalszerző, és ott van még az Afrojack is, tehát egy ilyen nagyon-nagyon nemzetközi koprodukció, és az a dal címe, hogy Hey Mama. Ezt ajánlom nektek, nagy-nagy szeretettel. És ott délután itt zenélnek majd a stúdióban? De ez az, amit most még nem tudok, lehet, hogy a Gyulát kellene megkérdezni, itt lesznek. Tehát, hogy előteret fogjuk átalakítani, vagy kivisszük a stúdióasztalt, hogy elférjenek, ezt most nem tudom. De itt lesznek benn, és persze zenélni fognak. Imádnám, és megjönnének két kamionnal, 40-ével, tudod, brutál szimpatetikával, hol a stúdió, jöttünk zenélni. Ez? Srácok, akkor a nyergesse, a platósa, ott kéne megállni hátul. Ne nyissátok ki, mert... Ne. Hozunk két targoncát, hogy le tudjatok pakolni. A szerkesztőségi szoba az átalakult az elmúlt napokban, azt nem tudom, láttátok-e, jártok ti arra? Igen. Na most úgy vannak összerakva az asztalok, hogy akár az egy színpad is lehet. Tehát, hogy egy elég nagy felület. De úgy látom, hogy Gyula itt az előtérben ragaszta fel éppen a falra a tojás tartókat, úgyhogy szerintem így. Na ennél kicsit azért komolyabb lesz szerintem. Én csak ezt a borcímű dalokat ismerem. Van még nekik más is? Van, ráadásul mondom, most új lemezt hoznak, és új lemez bemutatót tartanak mostanában itt Magyarországon, és hát gondolom azért van nekik olyan dal még, amit szeretnének a Warren kívül megmutatni. Na jó van. Este első sor? Csápolunk, sikítozunk? Ne, figyelj, a csápolás, sikítozás az megvan. Én nem vagyok elsősoros, főleg úgy, hogy családdal megyünk. Hát lehet, hogy a Laurát eladjuk, vagy ő elhagy minket. Te vagy a srácokkal, ő meg menjen előre, mi sikítani. Igen, megállunk egy pultnál, támaszkodunk, ahogy Feritől ezt... Sose támaszkodom, tudod, én mindig megveszem, és arrébb viszem. Nem zavarok ott, hadd menjen a forgalom. Nagyon, a Feri nagyon körültekintő, mert arrébb fekszik. Sose fekszik a pultra. Nem tudnak odalépni az emberek. Nem zavarja a többi alkoholfogyasztó. Gyerekek, megveszi, megiszi, és aztán 10 méterre később elmegy. Arrébb mész, és elfér. És akkor ott tud menni más is a pulthoz. A Romeo az már elég nagy, hát ugye ő már 10 éves, hogy valószínűleg, és nagyra is nőtt, tehát ő már látni fog. Viszont sejtem, hogy a Demeter a nyakamba lesz végig, mert tehát ő egy kicsit alacsonyabb növésű is, ráadásul nem tudom, tehát ő hamarabb elfárad ilyen nagyobb rendezvényeken, hogy nagyon sokat kell sétálni, úgyhogy valószínűleg a nyakamba lesz, de ettől függetlenül szerintem mi hátul fogunk megállni valahol, vagy körbejárjuk, tehát hogy megnézzük, milyen középről, bemegyünk, ameddig lehet, hátra megyünk, tehát ilyen mászkálós lesz minden bizonnyal. Ráadásul ugye nekünk nem ez az első, voltunk mi már többször Robbie Williams koncerten, így együtt is, családilag voltunk például Milánóban, ahol megnéztük, mondjuk ez egy ilyen ülős buli volt, mi fennültünk a kakasülőn a San Siroban, de voltunk legutóbb, amikor a Swinget hozta, akkor is ültünk, hát most az egyszer állva nézzük Robit, majd táncolunk. Nem rossz ülni. Én is bírom az ülőset. Nyug, gyerek! Én a Guns koncerten is ültem. Olyan jó volt Guns koncert. Leülsz már, ott üldik, azt megy elől a pogó, meg nem, te ülsz, te eszel valamit, nézed. Egyébként nem rossz. De pont az a jó, hogy hátulról, vagy fent ülve látod a pogózás is, és ugyanúgy hozzátartozik az a te koncertélményedhez, hogy látsz másokat csápolni. Aha. És tombolni. Jó, hát kicsit nyuggeres azért, de én is szeretek ülni koncerten. De én már nem szeretek állni. De nem azért, mert én fiatalabb koromban sem voltam feltétlenül. Jó, még 85-ben ott álltam a pokolgépen, persze az elsősorban, de akkor még lehetett az elsősorban menni, mert maximum 100-an voltak mögöttem. Na most azért 40 ezer emberrel a hátam mögött nem biztos, hogy a gyerekemet bevinném az elsősorban. Láttam egyébként a Facebookon a Viki kicsit reklamált is, hogy te meg akarsz állni a hátsó sorba, és hogy úristen, mi lesz? De hát... Majd bemegy az első. Majd a lábzsámolyt és a kacsát oda visszük nektek. Jó? Tényleg. Öregek! Szerintem ez jellemző lesz a mai Robira, hogy valahol hátul állnak apukák gyermekekkel, és várják, hogy anyuka visszatérjen az első sorból, és minden anyuka arra számít, hogy majd ő lesz az, akit a Robi felrángat a színpadra, mert hogy a Robinak ez egy ilyen bevett szokása. Azt nem tudjuk, hogy ezen a turnén van-e, sejtjük, hogy lesz. És Laura úgy készül, mint a vízilabdázó lányok, két bugyival? Szerintem egyese. Jó van, Csabikám, 555-55-00 a telefonszám, ha valaki szeretne dalt kérni, tegye meg, hogy hívja Csabit, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.